köszöntjük Önöket a mai kormányinfón. Én Vitályos Eszter vagyok, kormány szóvivő. Kedden ülésezett a kormány, ennek megfelelően adunk tájékoztatást ma az elhangzott legfontosabb döntésekről Önöknek, illetve természetesen mindenkinek, aki követi a mai sajtótájékoztatót. Ahogy Önök is látják, a mai nap Varga Mihály és Nagy István miniszter urakkal közösen tartjuk a kormányinfót. Tisztelettel köszöntöm a miniszter urakat. Az elején technikai tájékoztatásként szeretném jelezni, hogy a mai alkalmunkat 2 órás időkeretben fogjuk tartani, ezért kérem szépen majd Önöket, hogy a kérdéseknél erre legyenek tekintettel. Miniszter urak tájékoztatója után lesz lehetőségeket feltenni. És kérek mindenkit, hogy az itt elhangzottakkal kapcsolatban fogalmazzák majd meg elsősorban kérdéseiket, utána természetesen Gulyás Gergely miniszter úrral külön is válaszolunk a további kérdésekre. Most pedig tisztelettel átadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Egy rövidebb szünet után örülök, hogy újra találkozhatunk ebben a formában is a sajtó képviselőivel. A műfaj értékét jól mutatja, hogy annak hiánya milyen izgalmat váltott ki, úgyhogy bízom abban, hogy a következő időszakban minden kormányülést követően a korábbi rendnek megfelelően lesz mód és lehetőség a sajtó tájékoztatására. Ráadásul egy nehéz időszakban találkozunk, a kormány a keddi ülésén elsősorban a jelenlegi nemzetközi politikai és katonai helyzetet elemezte. Az nyilvánvaló, hogy a világpolitikai helyzet alapvetően megváltozott, és sajnos ez a változás negatív irányú. Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk. A következő bő fél év döntő lesz abból a szempontból, különösen a következő bő fél év világpolitikai eseményei döntőek lesznek abból a szempontból, hogy a háború vagy béke irányába mozdul-e el a világ és benne Európa. Azt látjuk sajnos, hogy egyenlőre több a rossz hír, mint a jó. Brüsszelben egészen új fokozatba kapcsolt a háborúpárti véleményeknek a megfogalmazása és akciókká gyúrása. Európa meghatározó politikusai beszélnek arról, hogy Ukrajnába katonákat kell küldeni, noha ez korábban egyértelműen vörös vonal volt az Ukrajnát fegyverekkel támogató országok számára is. Ez önmagában a katonák küldése, a belekeveredés, a háborúba való belekeveredés veszélyét rendkívül nagy mértékben növeli meg. Ami azonban a legaggasztóbb, hogy a NATO is irányt váltott, NATO-Ukrajna misszió tervezete vált ismerté, és ez azt a változást jelenti, hogy eddig a NATO csak kommentálta mindazt, ami Ukrajnában történt, de nem vált tevékeny részesévé a konfliktusnak, sőt mindenféle beavatkozást kizárt, és a világháború veszélyére hivatkozással utasította el a beavatkozás lehetőségét. Ebből a szempontból bármilyen hangzatos nyilatkozatok hangzottak el a NATO részéről, valójában azt a magyar álláspontot képviselte a szövetség, hogy ha Ukrajnában a NATO haderők vagy NATO tagállamok haderei jelennek meg, az olyan kockázattal jár, a világháború olyan közvetlen kockázatát hordozza magában, amelyet mindenféleképpen el kell kerüljük. Ehhez képest most ebben éles és rossz irányú negatív fordulat állt be. Most arra készül a NATO, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik ebbe a háborúba. Létre akarnak hozni a NATO-ukrán misszió keretében egy 100 milliárd dolláros alapot. Ezzel akarják segíteni közvetlenül a katonai kiképzést, koordinálni a fegyverszállításokat, és ráadásul itt az a határ, ami eddig éles volt, hogy Ukrajna területére NATO tagállamok katonái nem lépnek be. Ez is nap mint nap mosódik el, a francia elnök például most már egyáltalán nem zárja ki ennek lehetőségét. Ezért aztán azt mondhatjuk, hogy a háborús láz a brüsszeli bürokratákról most már átterjedt a NATO-ra és a NATO parancsnokokra is. Magyarország pedig, mint NATO szövetséges, komolyan aggódik emiatt, hiszen mi a NATO-ba azért léptünk be, mert ezt tartjuk a leghatékonyabb védelemnek Magyarország számára. A NATO-ra mi védelmi szövetségként tekintünk, egymást akarjuk megvédeni, és nem azért, hogy együtt lépjünk fel más ellen, bármilyen megalapozott
morális érvelés is álljon el mögött. A világháború veszélye olyan kockázat, ami mindenféleképpen minden politikust meggondolásra kell, hogy indítson, és ezt a meggondoltságot nem látjuk, sőt, még egyszer mondom, a folyamatok ezzel ellentétesek. A következő fél év valóban döntő lesz. A kormány továbbra is azt mondja, hogy a háborúnak katonai megoldása nincs, ezért aztán béketárgyalásokra és tűzszünetre van szükség. Az biztos, hogy ennek ellenére mindkét eshetőségre készülnünk kell, és éppen ezért mérlegelte a kormány, hogy a magyar gazdaság szempontjából, Magyarország szempontjából mivel jár egy hosszú háborús korszak. Ez nyilván egy egészen más gazdaságpolitikát jelent, ezt az elmúlt években is megtapasztalhattuk, energiaárak, infláció és egyéb negatívumok. Itt a részletekről Varga Mihály miniszter úr fog beszélni, de az egyértelmű, hogy miután alapvetően más gazdaságpolitikát kíván egy háborús időszak, mint egy békés időszak, és ma azt tudjuk mondani, hogy ebben az évben a jövőre vonatkozó legfontosabb döntést november 5-én az amerikaiak hozzák meg, és egészen más forgatókönyv fog érvényesülni a béke és háború és béke szempontjából, hogyha Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, mint hogyha jelenlegi adminisztráció marad. Ezért az idei évi költségvetési javaslatot, ami a 2025-ös évi költségvetés, november 5-ét követően fogjuk benyújtani. A kormány szervezeti változásokat is elfogadott annak érdekében, hogy jelenlegi helyzetre hatékonyan tudjunk válaszolni. Ezért nevezett ki a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadót. Úgy látjuk, hogy Magyarország a nemzeti érdekek és a nemzeti szuverenitás védelme összehangolt felkészülést igényel. A nemzetbiztonsági főtanácsadó nem miniszter, összehangolja a hadsereg, a szolgálatok és a kormány más szerveinek a munkáját. Egyfajta védelmi koordinációt lát el a kormányon belül. Bíró Marcell korábbi államtitkár úr látja el ezt a feladatot, a legutóbbi kormányülésen már ő is részt vett. Azt tudom még mondani önöknek, hogy Magyarország minden diplomáciai eszközt továbbra is be fog vetni, és a magyar külpolitika a NATO-n belül is továbbra is azt fogja képviselni, hogy semmilyen olyan lépést nem tehetünk meg, amely a világháború irányába vezet. Ezért Magyarország keresi annak a lehetőségét, hogy egy egyébként egyhangú döntéshozatalra épülő védelmi szövetség ilyen irányú döntése esetén ebből valamilyen formában kimaradhasson. Mi mindent továbbra is meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Magyarországot a lehető legkisebb veszély fenyegesse csak, akár más országok, vagy akár a NATO veszélyes és világháború kockázatát növelő döntései ellenére is. Még egy másik témára is szeretnék kitérni, amit a kormány még nem tárgyalhatott meg, hiszen önök előtt is ismert, hogy az Európai Parlament tegnap fogadta el a migránsok elosztásáról szóló együttdöntési eljárásban meghozott rendelettervezetet, illetve irányelveket. Csak elismételni tudjuk a magyar álláspontot. Úgy látjuk, hogy az Európai Parlament rossz döntést hozott, hogy mennyire szélsőségesen rossz javaslatról van szó. Még az Európai Parlamentben, ahol 70-80%-ban a bevándorlás nagybarátai ülnek, ott is csak 55-56-57%-os többséggel mentek át ezek a jogszabálytervezetek. Úgyhogy abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy csak csatlakozni tudunk a lengyel miniszterelnökhöz, Donald Tuskhoz, aki világossá tette, hogy Lengyelország semmilyen relokációt, a migránsok elosztását nem fogja végrehajtani, és nem hajlandó azért pénzt fizetni, hogy ne hozzanak olyan embereket ide, akikkel egyébként nem akarunk együtt élni, és akik Európán kívülről akár jogellenesen érkeztek a kontinensre. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének a hibáit Közép-Európának nem kell elszenvednie. Az a komoly társadalmi feszültség, amelyet a migráció Nyugat-Európában okoz, az azoknak a problémája, akik így döntöttek, és nem fogadunk el olyan európai döntéshozatalt, amely ezeket a problémákat Közép-Európára és így Magyarországra lökné át. Továbbra is elutasítjuk a kötelező elosztást, elutasítjuk azt, hogy pénzt kelljen fizetni Magyarországnak azért, bármilyen büntetést kelljen fizetni Magyarországnak azért, mert migránsokat nem vesz át. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan, Európa számára nem jelent segítség.
segítséget a migrációtól szenvedő társadalmak számára sem fog érdemi segítséget jelenteni. Ugyanakkor továbbra is az a határozott véleményünk, hogy bármilyen európai döntéssel szembeszállva is Magyarországot és a magyar társadalmat meg kell védeni a migráció káros hatásaitól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném tisztelettel felkérni Varga Mihály miniszter urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is önöknek. Ahogy miniszter úr ezt már említette, a kormány áttekintette a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és kilátásait, különös tekintettel a nemzetközi gazdasági környezetre. Ahogy önök is tudják, a magyar gazdaság a világ egyik legnyitottabb gazdasága, ezért nem mindegy számunkra, hogy Európából és a világ más részeiből milyen hírek érkeznek, milyen gazdasági folyamatok zajlanak le. Háborús helyzetben vagyunk, és azt látjuk, hogy az Európai Unió a vártnál lassabban jön ki a válságból. Németország, amelyik az Európai Unió egyik legerősebb gazdasága, és különösképpen Magyarország, a magyar gazdaság legfontosabb gazdasági partnere, hosszú ideje gyengélkedik, és ma sem látható pontosan, hogy meddig tarthat ez az állapot. A külpiacok szintén gyengék, ami egy exportorientált gazdaság számára, mint a magyar gazdaság, meghatározó. Mindezeknek megfelelően egy háborús helyzetre terveztük meg a makrogazdasági pályát, erről is adnék röviden tájékoztatást. Ugye a tavalyi évben az infláció letörésével és a külső egyensúly helyreállításával teremtettük meg annak a lehetőségét, hogy idén már a növekedés kerüljön a fókuszba. Így a növekedés egy egészséges szerkezetben tud újraindulni 2024-ben. A lendületvételt számos adat támasztja alá, kiskereskedelmi forgalom, ipari termelés, az infláció alacsony szintje, mellett külön felhívnám a figyelmet arra, hogy januárban már az építőipar is olyan számokat produkált, amelyek azt mutatják, hogy egy növekedési pályára kerülhetünk. Azzal számolunk, és ezt a legtöbb elemző intézet, valamint az Európai Bizottság is alátámasztja, hogy ebben az évben a magyar gazdaság visszatér a növekedési pályára. Ez a növekedés, ami számításaink szerint 2,5% körül lehet, ezzel a növekedési rangsor élmezőnyébe kerülhet Magyarország 2024-ben. Ugyanakkor azzal is számolunk, hogy a növekedés az év elejé lassabb ütem után az év második felében föl fog gyorsulni. A magas reálbér növekedésnek és az erősödő fogyasztásnak köszönhetően ez a növekedés segíteni fogja az államháztartás helyzetét is. Termelési fázisban lévő nagy beruházásaink vannak folyamatban, azzal is számoltunk tehát már az idén, hogy azok, amelyek jelenleg előkészítés vagy a beruházási fázisban vannak, elindulnak. Így nyugodtan mondhatom, hogy jövőre egy 4,1%-os gazdasági növekedés mindenképpen megalapozott. Magyarország ennek a magas beruházási rátának és a növekvő reálbéreknek köszönhetően tud erőteljesen visszatérni a növekedési pályára. Ami ebből fakadóan a költségvetést illeti. Az idei költségvetés szintén háborús helyzethez igazítjuk. 4,5%-ra fogjuk csökkenteni az államháztartás hiányát a tavalyi ennél magasabb szint után, és a következő években ezt fokozatosan csökkenteni fogjuk. 2025-ben 3,7% és 2026-ban pedig 3% alatti 2,9%-os hiányjal kalkulálunk. Ezzel párhuzamosan az államadóság mértéke is csökkenni fog a következő években is, hiszen ez már a Covid óta, 2020 óta egyébként így van. A költségvetésre rendkívüli kiadások nehezednek ebben az esztendőben, így többek között a megemelkedett kamatkiadások, valamint a rezsivédelem költségeit is finanszíroztuk. Annak érdekében, hogy a költségvetést egy csökkenő, a költségvetési hiányt egy csökkenő pályán tartsuk, ezért a kormány arról döntött, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást fog átütemezni, elhalasztani a következő időszakra. Ez tehát azt jelenti, fontos leszögezni, hogy nem töröljük ezeket a beruházásokat, hanem ezek nem vesznek el, a jövőben fognak megvalósulni. Az átütemezésük ugyanakkor jelentősen fogja segíteni a költségvetés mozgásterét.
Hozzá kell mindezt tennem azt is, hogy van miből átütemezni a következő időszakra, hiszen az átütemezés ellenére is több mint 2000 milliárd forintnyi beruházás valósul meg az idén állami támogatással, állami forrásokból. Ez komoly eredmény, hiszen továbbra is az Európai Unió éllovasai vagyunk a beruházási rátát tekintve. Ugye a tavalyi évben ez 26,3% volt, amely az élmezőnyébe tartozik az Európai Unió országainak. Azt is hozzá kell tennem, hogy a háborús helyzetre tekintettel érdemes megvárni azt a gazdasági kormányzás reformját is, amiről tavaly döntött az Európai Unió. A gazdasági kormányzás reformja azt jelenti, hogy új szabályok fognak majd életbe lépni ebben az évben a költségvetési gazdálkodás megítélését tekintve. Ez azt jelenti, hogy még nem ismerjük azokat a szabályokat, amelyek például az államháztartásokon belül a védelmi kiadások elszámolását érintik. Ugye Magyarország a bruttó hazai termék 2%-a fölött költ védelmi kiadásokra. Ezeknek az elszámolása egy fontos kérdés lesz a következő hetekben, hogy ezt az Európai Bizottság, az Európai Tanács hogyan kívánja szabályozni. Összefoglalva tehát ezzel a lépéssel egy stabilabb és fenntarthatóbb helyzetbe hozzuk a költségvetési hiány alakulását, miközben az elért eredményekből sem kell visszalépni, tehát ahogy eddig is, továbbra is a családtámogatások, a nyugdíjkifizetések, az otthonteremtési támogatásoknak a finanszírozása, valamint a védelmi kiadások prioritást élveznek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És most felkérném Nagy István miniszter urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok az Európai Agráriumban kialakult helyzetről, az oda vezető utakról, és arról, hogy milyen megoldási javaslatokat szeretne a magyar kormány elővezetni. Soha ilyen mértékű zöld ideológiai befolyásolás és nyomás nem érte még az Európai Agráriumot, mint az elmúlt időszakban. A Green Deal az nem egy megállapodás, hanem sokkal inkább egy diktátum volt az európai gazdálkodók részére. Ráadásul minden szakmai alapot nélkülöző, semmilyen hatástanulmánnyal nem alátámasztott előírások miatt az európai gazdák elvesztették a versenyképességüket és elvesztették a jövőképüket is. Az orosz-ukrán háború kitörését követően a közép- és kelet-európai régió mezőgazdasága jelentős kihívásokkal szembesült. 2022 nyarán az Európai Unió úgy döntött, hogy Ukrajna vámmentesen és korlátozás nélkül exportálhat a területére mezőgazdasági termékeket. Úgy is fogalmazhatok, hogy Brüsszel megnyitotta az uniós határokat. Emiatt az ukrán termékek a hagyományos piacaik helyett hatalmas mennyiségben jelentek meg a szomszédos EU-s tagállamok és az Európai Unió egyéb piacain, erősen korlátozva ezen országok mezőgazdaságának értékesítési lehetőségeit. Ez a helyzet más globális tényezőkkel együtt Európa szerte érdemben járult hozzá az alacsony termelői árszintekhez. Ennek következtében a magyar és az Európai Uniós belpiacot jelenleg súlyos túlkínálat és jelentősen alacsony terményárak jellemzik. Ezzel párhuzamosan a termelési költségek lényegesen magasabbak az orosz-ukrán háború kitörése előttihez képest. Ehhez társul még, hogy a tavaly elindult új uniós támogatási ciklusban minden korábbinál több zöld célú termeléskorlátozás és adminisztratív teher hárul a termelőkre és a közigazgatásra egyaránt. Mindezekből egyértelműen látszik, hogy Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat, és helyettük az ukrán oligarchákat támogatja. Ebben a helyzetben pedig meg kell védenünk a termelők érdekeit, akik csak ránk számíthatnak. A magyar kormány mindig a nehéz körülmények között lévő és ott is helytállást tanúsító gazdák érdekében cselekszik. Azoknak a gazdáknak az érdekében, akik a kihívásokkal teli években is folyamatosan biztosították az ország élelmiszerellátását.
Egy ilyen helyzetben felértékelődik a kormányzati segítség szerepe az ágazatban. Legyen ez szó az import átláthatóvá tételéről, a támogatásokról, a hitelfinanszírozásról, vagy éppen a jövőbe mutató fejlesztésekről. Éppen ezért egy 5 pontos intézkedési csomagról döntött a kormány. Első körben az ukrán mezőgazdasági import okozta piaci helyzet miatt a kormány nemzeti hatáskörben az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása mellett újabb, az importot érintő intézkedést hozott. A piaci folyamatok teljes körű átláthatóságának megteremtése érdekében azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettségét írunk elő, származzon az bármely országból. A bejelentést a NÉBIH felé elektronikusan kell megtenni annak, aki a bejelentés köteles terméket értékesíti, vagy a fuvarolást éppen végzi, vagy szervezi. Második körben a mezőgazdasági termelők gazdasági helyzetének javítása érdekében 3 döntést hoztunk. Először is arról intézkedtünk, hogy a Magyar Államkincstár 2024. év május 31. napjáig teljesítse a 2023. évi egységes kérelmekben igényelt terület és állat alapú támogatásoknak a kifizetését. Eddig mintegy 470 milliárd forintot fizettünk ki 156 ezer gazdálkodónak. A felgyorsítás érdekében most újabb, hozzávetőleg 265 milliárd forintnyi támogatás kerül a gazdálkodókhoz május végéig, és ebből már ezen a héten legalább 50 milliárd forintot utalunk. Ezzel megindul az új közös agrárpolitika szerinti agroökológiai program, és jelentősebb összeggel folytatódik a már régóta futó agrárkörnyezetgazdálkodási program kifizetése is. Az ehhez szükséges közigazgatási feladatok ellátásához erőforrás átcsoportosítást hajt végre a kormányhivatalokban és az államkincstárban egyaránt. Másodszor. Az Agrár Széchenyi kártya konstrukciók agráriumban és válságkezelésben betöltött szerepére és jelentőségére, valamint a korábban vártnál jóval nagyobb érdeklődésre tekintettel a beérkezett igények lehető legteljesebb kielégítése érdekében a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít a programhoz a felmerülés ütemében. A magas állami kamattámogatásnak köszönhetően mindösszesen 5%-os kamatszinttel igénybe vehető konstrukcióra már több mint 5000 termelő jelezte igényét 124 milliárd forint értékben. Harmadszor pedig a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának visszaigényelhető részét a kormány 90%-os mértékre emeli. Ez nagyságrendileg újabb 1 milliárd forint éves többlet támogatást jelenthet az ágazatnak. Az importot érintő és a termelő gazdasági helyzetén javító intézkedések mellett harmadik körben a beruházások támogatásának megerősítéséről is határoztunk. A kormány ugyanis nem csak az orosz-ukrán háború okozta piaci válsághelyzetet kívánja kezelni rövid távon, hanem stratégiai szándéka a magyar szántóföldi növénytermesztés exportpiaci hullámzásoknak való kitettségének csökkentése és a megtermelt gabonaféléknek a minél magasabb értékű hazai felhasználása a takarmányipar, az élelmiszeripar és az állattartás kapacitásának fejlesztésével. Ezzel lényegében a 2021-ben elindított nagyszabású beruházási programunkat kívánjuk folytatni. Ennek a szándéknak megágyaz az a korábbi döntésünk, amellyel az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz 80%-os nemzeti társfinanszírozási mértéket biztosítottunk. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a közös agrárpolitika stratégiai terv 2027-ig tartó keretei között összesen beruházásokra 1500 milliárd forint álljon rendelkezésre az ágazatban. Az Agrárminisztérium a tavasszal elinduló új vidékfejlesztési pályázatok esetében több olyan pályázati felhívást is előkészített, amely a takarmányipar, az élelmiszeripar és az állattartás fejlesztésére ad lehetőséget.
200 milliárd forintos keretösszeggel kerülnek meghirdetésre a feldolgozó ipari pályázatok, és szintén 200 milliárd forintos keretösszeggel indulnak meg az állattartó telepek megújítására irányuló pályázati felhívások. Ezzel összességében mintegy 400 milliárd forint értékű forrás felhasználásának a lehetősége nyílik meg most a napokban. Az új intézkedéseink ismertetése után szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a héten megjelentek az egységes kérelmek benyújtásához szükséges jogszabályok. Így a gazdálkodók április 10-e és június 10-e között 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímre nyújthatják be a kérelmeiket. Ezzel hivatalosan is elindul az új közös agrárpolitika végrehajtásának a második éve, ahol a 2023-ban megismert támogatási jogcímekre nyújthatják be kérelmeiket a gazdálkodók. A gazdák és a kormány stratégiai szövetségesei egymásnak. Érkezzenek kihívások bárhonnan, elkötelezettek vagyunk abban, hogy a gazdák érdekeit és versenyképességét minden áron megvédjük. A biztonságos élelmiszerellátás ugyanis nem csak stratégiai, hanem egyben nemzetbiztonsági érdek is. A közös felelősségünk pedig az, hogy a magyar ember asztalára minden nap friss és biztonságos élelmiszerre kerülhessenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen, miniszter úr! És most a kérdések feltétele előtt még egy röviden egy valószínűleg nagy érdeklődésre számot tartó programról szeretnék beszámolni. Ez az otthonfelújítási program. A kormány minden lehetséges eszközzel azon dolgozik, hogy biztonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátást biztosítson a hazai fogyasztók a magyar családok számára. A háború okozta nemzetközi energiaválság egyértelművé tette azt is, hogy önellátási képességeinket és energiaszuverenitásunkat meg kell erősítenünk. A külső kitettségek a belföldi termelés fokozása mellett a fogyasztás mérséklésével is csökkenthetők. Ezen a területen igazán nagy eredményeket értünk el, elsősorban a hazai gázfelhasználás visszaszorításában. Éves alapon a 2021-es mintegy 11 milliárd köbméterhez mérten tavaly majdnem negyedével kevesebbet, 8,5 milliárd köbmétert fogyasztottunk földgázból. A nagyarányú csökkentést a tudatos fogyasztói magatartás és az enyhe téli időjárás mellett a kormányzati intézkedések is segítették. A családok legutóbb a csok részeként kaphattak támogatást energiahatékonysági beruházásaikhoz. És most pedig egy 108 milliárd forint keretösszegű új konstrukció fog megjelenni uniós forrásból. Ez az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítéséhez nyújt majd segítséget, azok kombinációjához nyerhető el hozzájárulás, ahol az épület külső határoló elemeinek hőszigetelését, nyílászáró cserét, használati melegvízrendszer korszerűsítését, fűtésrendszer korszerűsítését magas hatásfokú gázkazánnal és közvetlenül kapcsolódó kéménybéleléssel szeretnék elérni. Ennek a vissza nem térítendő támogatási formának a mértéke 2,5 és 3,5 millió forint közötti összeg lesz. Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban nagyobb vissza nem térítendő támogatást biztosítanak majd, míg a magasabb jövedelmű járásokban és a magas jövedelmű igénylők esetében a támogatási összeg kevesebb lesz. Egyértelmű elvárás a konstrukcióval kapcsolatban, hogy illetve a beruházásokkal kapcsolatban, hogy legalább 30%-os energiamegtakarítást kell majd elérni. De ez a követelmény például már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel együttesen teljesíthető. A beruházásokat háromféle forrás finanszírozza majd. Önerő, amit a kedvezményezetteknek kell biztosítani, lesz egy kamatmentes hitel része, és lesz egy vissza nem térítendő támogatás része. A maximális hitellel és támogatással a kormány összesen 6 millió forinttal járul hozzá a családi házak felújításához. A programot a Magyar Fejlesztési Bank bonyolítja le, a kereskedelmi bankok MFB pontjain lehet majd igényelni.
Nagyon fontos még azt is elmondanom, hogy a program legalább 127 milliárd forint beruházást generál a hazai építésgazdaságban, így a magánberuházásokon keresztül támogatja a szektor fellendülését, és természetesen hozzájárul ahhoz a gazdaságpolitikai célkitűzéshez, hogy a kormány 2024-ben újraindítja a gazdaságot. Hamarosan meg fog jelenni a pályázati felhívás. Javaslom mindenkinek, hogy kövesse majd a kormány oldalát ezzel kapcsolatban is. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor most rátérnénk Varga miniszter úr, illetve Nagy István miniszter úrhoz feltendő kérdések körére. Kezdjük köztévé. Boldizsár Kata, M1 Híradó, az otthonfelújítási programmal kapcsolatban lenne kérdésem, hogy amennyiben a 108 milliárd forintos keretösszeg elfogy, akkor tervezi a kormány ennek a bővítését, illetve azt lehet-e tudni, hogy pontosan mikor derül az ki, hogy melyik térség mennyi visszanemtérítendő támogatást vehet majd igénybe? Ezzel kapcsolatban zajlanak még a minisztériumban az előkészítések. Véglegesen a pályázati kiírásban lesz majd ez is hozzáférhető. Ez a tavasz folyamán meg fog jelenni a minisztérium tájékoztatása szerint. Orikó. Jó napot kívánok, Kovács András vagyok, Origótól. Varga miniszter úrhoz lenne egy rövid kérdésem. A tájékoztatójában azt mondta, hogy 675 milliárdnyi beruházást ütemeznek át. Lehet-e tudni, hogy ez milyen nagyobb beruházásokat érint? A kormány az elmúlt hetekben komoly munkát végzett, hiszen tételesen átnézett minden egyes beruházást. A tárcák segítségével tettük ezt. És a kormány döntés arra vonatkozott, hogy keretösszeget adunk a tárcák számára, tehát a tárcák látják legjobban azt, hogy mely beruházások elhalasztására van lehetőség. Ettől függetlenül természetesen, amikor ezeket a beruházásokat átnéztük, megfogalmaztunk javaslatokat. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ezeket a beruházásokat nem fogjuk törölni, ezek átütemezésre kerülnek csak, hosszabb idő alatt valósulhatnak meg. És hozzá kell tennem azt is, hogy a több mint 2000 milliárd forintnyi beruházás, amelyiknek folytatódik, ott is lehetnek olyanok, amelyek valamilyen objektív vagy külső ok miatt nem valósul meg. Ekkor szerintem van lehetőség arra, hogy a szaktárca esetleg olyan beruházást emeljen be ebbe a körbe, amelyet korábban átütemezésre vagy elhalasztásra gondolt. Tehát ez egy dinamikusan változó keretszám lesz. Mi a tételes keretszámokat fogalmaztuk meg a tárcák számára, ennek az összege 675 milliárd forint. Index. Rádi Balázs, Index. Varga Mihály pénzügyminiszter úrhoz intézném a kérdést. Magyar Péter azt írta ma reggeli Facebook posztjában, hogy idézem, az első negyed évben elértük az egész évre tervezett költségvetési hiánycélt, a csőd felé robog az ország. Erre mit válaszol? Izgalmas felvetés, de nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában olvasnak. Az első három hónap után az államháztartás hiánya 2321 milliárd forint volt, erről egyébként tájékoztatást is adtunk, tehát ezt nem valami rejtett csatornán kellett megtudni. Azt is elmondtuk egészen világosan, hogy az év első negyedévében vannak olyan kiadásaink, amelyek jelentősen növelik a folyó pénzforgalmi hiánynak a nagyságát. Mondok három ilyen tételt. Ugye kamatkiadásokra kifizettünk 2100 milliárd forintot, ami 600 milliárd forinttal magasabb a tavalyi év kamatkiadásánál. Ezt nyilván nem kell önöknek magyaráznom, hogy a megváltozott kamatkörnyezet az államadósság kezelésében is többletkiadásokkal jár. Ez az első negyed évben történt meg. A másik ilyen finanszírozása az államkasszának a februári nyugdíjkifizetések, nevezetesen 13. havi nyugdíjkiadások voltak. A kormány a vállalását teljesíti, ebből nem vagyunk hajlandók visszalépni. 1900 milliárd forintnyi összeget fizettünk ki a nyugdíjakra február hónapban. És mondok egy harmadik tételt is. Ugye a hírekből láthatták, hogy a reptér megvásárlásában előrelépések történtek. Már az első negyed évben azt a forrást, ami a reptér megvásárlásához kell, a költségvetés biztosította. Tehát ezek okozzák azt, hogy az év első negyedévében valóban magasabb a hiánynak a mértéke,
de arra számítunk, hogy a 4,5%-os hiányt az év végéig garantálni és biztosítani tudjuk. Orbán Viktor arról beszélt a tavalyi év utolsó kormányinfóján, hogy kiterjesztenék az SZIA mentességet a 3 gyermekes édesanyákra is. Mikor valósulhat meg ez az intézkedés, aminek egyelőre a miniszterelnök szerint pénzügyi akadályai vannak? Ahogy Gulyás miniszter urat hallhatták, össze fogjuk benyújtani majd a 2025-ös költségvetést. Ezzel párhuzamosan szoktunk mindig adótörvények módosításáról is dönteni. Az ősz folyamán tehát erre a kérdésre vissza lehet érni, és ezt lehet mérlegelni. Tavaly év végén már több mint 800 ezeren rendelkeztek a Magyar Állam kincstárnál értékpapírszámlával, ami hatalmas bővülés 2022-höz képest. Így és a kétszámjegyű kamatok mellett ez hatalmas, nem hatalmas, de jelentős jövedelem növekedést tudott okozni azoknak, akiknek volt pénze például állampapírra. Ezzel valamennyire hátrányba kerültek azok, akiknek nem volt pénze állampapírra. Hogy tervezi a kormány segíteni vagy biztosítani, hogy ez a jóléti növekedés az egyik oldalon, az egyik jövedelmi csoportnál átgyűrűzzön a másik, alacsonyabb jövedelmi csoportokhoz is? Ahogy a bevezetőmben mondtam, azzal a biztató folyamattal számolunk, hogy ebben az évben jelentősen növekedni fognak a reálbérek, ami részben a fogyasztás növekedését is jelenti, részben pedig azt is jelentheti, hogy a megtakarítások is növekednek a 2024-ben. Ebből kifolyólag arra is számítunk, hogy a megtakarítással rendelkezőknek a száma is nőni fog. Örömteli tény, hogy tavaly több mint 60 ezerrel nőtt a magyar állampapírt portfóliójukban megtakarítások között tartóknak a száma. Arra készülünk, hogy ebben az évben tovább fogjuk növelni ezt a számot. Tavaly év végén jelenthettem be önök számára is, hogy elkészült egy olyan fejlesztése a kincstári digitalizációnak, amely lehetővé teszi azt, hogy otthonról kényelmesen mindenki állampapírt tudjon vásárolni. Még egyszerűbbé válik a számlanyítás lehetősége, szintén karosszékből otthonról. Tehát azzal a bővüléssel számolunk, ami biztonságos hátteret ad a államadósság finanszírozásának, de ettől függetlenül a fő cél a kormány számára az, hogy mind az államadósság mértéke, mind pedig az államháztartási hiány mértéke csökkenjen. A kormánynak ugyan nincsen árfolyam célja, de milyen euróforint árfolyammal számolnak az idei költségvetésben? Ezt publikussá tettük a tavalyi tervezéskor, 391 forint per euró árfolyammal számolunk, ehhez közeli a mostani jelenlegi árfolyam is. Illetve korábban szó volt arról, hogy rendszeresen egyeztetnek Matolcsy György jegybankelnökkel. Legutóbb erre mikor került sor, és miről volt szó? Most meg kéne nézni a naptáromat, márciusban már találkoztunk, és áttekintettük azokat a kérdéseket, amelyek a jegybank gazdálkodásához kapcsolódnak. Ugye tudják, erről tájékoztattuk önöket, hogy a Európai Központi Bank jóváhagyta azt a módosítási csomagot, amelyik a jegybank törvény módosítására készített elő a kormány. Ennek a kérdésében a kormány úgy döntött, hogy további egyeztetésekre vannak szükségek, tehát véletlenül nem csak a múltkori, hanem a következő találkozónkkal is majd ezeket a kérdéseket tekintjük majd át. Köszönöm. Magyar Fórum. Köszönöm szépen, Medvecki Attila, Magyar Fórum, magyarforum.info. Két kérdésem lenne Varga miniszter úrhoz, és kettő kérdésem Nagy István miniszter úrhoz. Az unió mostani vezetői, plusz a Soros elnökséget ellátó Belgium kormányfője azt állítják, hogy olyan kevés pénze van az EU-nak, hogy új adókat kéne bevezetni. Arról nem szólt, hogy miért ilyen kevés a pénz. Mi a magyar álláspont? Ott tartunk, hogy át kell írni az uniós költségvetést, és egy új uniós költségvetés, hát gondolom, kihat a magyarországi háborús költségvetésre is. Hát ezzel kapcsolatban világos a magyar kormány álláspontja. A adózási kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak, tehát minden olyan felvetés, ami Brüsszel irányából érkezik a tagországok felé, azt a tagországok mérlegelhetik, Magyarország is ezt teszi, ha bármilyen felvetés van, nyilván meg fogjuk vizsgálni, hogy ez mennyire illeszkedik, vagy illeszkedhet a magyar adórendszerbe. A magyar adórendszer keretei szilárdak, az elmúlt években arra a gazdálkodásra álltunk át, hogy a munka és jövedelmet terhelő adók mértékét csökkentjük.
és azokból az adókból szedjük be a közkiadásokhoz, egészségügyhöz, oktatáshoz, védelemhez, közbiztonsághoz szükséges fedezetet, amelyek elsősorban a fogyasztást érintik. Ezen nem kívánunk változtatni. Köszönöm. Másik kérdésem, hogy a Bloomberg információi szerint több uniós kormány támogatja a közös EU-s háborús kötvény kibocsátást. Magyarország köztük van-e, és ha az ilyen terv megvalósul, annak milyen gazdasági következményei lehetnek, mert gondolom, ennek van egy elég nagy rizikója is. Hát, egyszer volt erre alkalom, és azt gondolom, hogy minden ország számára, vagy Magyarország számára is jelentős tanulsággal jár, hogy egy közös hitelfelvételhez milyen módon lehet hozzájárulni. Magyarország eddig csak előleget kapott abból a forrásból, amihez egyébként kezeshez hozzájárult, tehát nyilván ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve igen-igen nagy óvatosság kell minden ilyen kérdés megvizsgálásához. Köszönöm. Kolos Nagy István miniszter úrhoz két kérdés. Hogy mennyire tartja a miniszter úr hitelesnek a bizottság elnök asszonyának szavait, miszerint ezentúl az uniós, így a magyar gazdák feje fölött nem hoznak döntéseket, ha amint több nyugati médium beszámol róla, hogy évente legalább 50 millió euró uniós forrás kapnak éppen a gazdálkodók bevételét erősen csökkentő műhús és rovar alapú élelmiszerek gyártásával foglalkozó cégek, és ez az 50 millió euró azért az nem kevés. Nem kevés, bizony, ráadásul olyanra költeni, aminek jelen pillanatban semmilyen értelme nincs. Hallgatni arra a szóra, ami minden nap gyakorlatilag új és új fordulatokat vesz, és a józanság talajára való visszatérésnek a kényszerítése csak úgy sikerülhetett, hogy az európai gazdák nagy számban, mondhatnám úgy is, hogy elementáris erejű felháborodásukat kifejezve kivonultak az utcára és késztették meghátrálásra ezen szabályok mentén a brüsszeli bürokratákat. A legbiztosabb az, ha június 9-én egy irányváltást, változást tudunk előidézni Brüsszelben. Akkor nem von der Leyen asszonnyal kell foglalkoznunk, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy mi az európai emberek érdeke, akár agráriumban, akár az élet más területén. És szerintem nekünk ez a feladatunk, hogy ezt segítsük és ezt támogassuk. Értem, másik kérdésem, önhez, hogy mit várhatunk a lengyel vezetéssel az ukrán élelmiszerexport korlátozására létrejött Magyar-Francia Szövetségtől, akkor, amikor ugye, ahogy olvastam, körülbelül két héttel ezelőtt Donald Tusk egy sziléziai kampányrendezvényen kijelentette, hogy a lengyel gazdák tiltakozása ellenére, ráadásul a koalíciós partner a parasztpárt nem tetszés ellenére is beengedi Lengyelországba az ukrán gabonát, illetve csirkét szállító kamionokat, mert mondta azt, hogy hát szegény Kijev nagyon rossz gazdasági helyzetben van. Nem irigylem Tusk elnök urat ezen döntéseért, hiszen ennek nyilván olyan belpolitikai következménye lesz Lengyelországban, aminek súlyos következményét neki kell majd elviselni az ő kormányának. Értem, és mit várhatunk ettől a szövetségtől? Tehát összeültek-e már? Tehát a magyarok, franciák, lengyelek, hiszen tegnap, ha jól tudom, az Európai Parlament egyik bizottsága arról döntött, hogy a búzánál, a Ukrajnából származó búzánál nem lép be automatikusan a védintézkedés, míg a csirkénél, a méznél, meg a tojásnál igen. Az ATM rendelet, ez a szabadkereskedelmi rendeletnek a meghosszabbítása most van napi renden. Ennek a tárgyalása zajlik nap mint nap. Ennek a folyadmánya ez az együttműködés is. Azt látjuk, hogy Magyarország is egyenlő Szlovákia számára ez
elfogadhatatlan, hiszen a legnagyobb kárt okozó tétel, a gabona, az nem szerepel benne. Hiszen a kukorica vánmentes volt korábban, ezért kiesik ebből, a búzát pedig semmi esetre sem akarják ebben, ennek a megállapodásnak a keretében szabályozni. Addig, míg ez nincs szabályozva, addig Magyarország nemzeti hatáskörben minden körülmények között fönntartja az Ukrajna felé tartó határzárat. Köszönöm. Magyar Nemzet. Köszönöm, Máté Patrik, a Magyar Nemzettől. Egy rövid kérdésem Varga miniszter úrhoz. Az utóbbi években ugye hagyományá vált, hogy még a parlament a nyári szünet előtt elfogadja a jövő évi költségvetést. Ugye ez idén másképp lesz. Ez milyen plusz kihívásokat jelenthet a költségvetés megalkotásán, ha jelentenek? Alapvetően ugyanazt a munkát kell elvégezni, amit máskor. Ahogy miniszter úr is erre utalt, egy háborús környezetben azonban sokkal inkább óvatosabbnak kell lenni, egy háborús tervezést kell majd végigvinni adott esetben a novemberi beterjesztéskor. Erre készülünk, a kollégák és a szaktárcák, a társtárcák erre fölkészültek. Köszönöm. ATV. Köszönöm szépen, Csóa Ildikó vagyok az ATV-től, Varga Mihály miniszter úrtól. Kérdezem, hogyha ilyen magas már most a költségvetési hiány, 92,8%-os márciusban ennyi volt, akkor, és el kell halasztani, mint miniszter úr mondta, 675 milliárdnyi beruházást, akkor miért ragaszkodik a kormány a Budapest Airport visszavásárlásához, és meg tudja erősíteni miniszter úr, hogy a 80%-os rész, amit vissza szeretnénk vásárolni első körben, az 774 milliárd forint lehet. Illetve miniszterelnök úr a parlamentben azt mondta, hogy napokon belül megtörténik a többségi tulajdon visszavásárlása. Nagy Márton miniszter úr meg nekem azt mondta, hogy hát ez 2 hét vagy 1 hónap is lehet, hogy mikor kerül pecsét a szerződésre. A tárgyalásokról kollégáimat vagy kollégámat kérdezzék. A minisztérium alapvetően a költségvetésért felel, és ennek kapcsán azzal tudom kezdeni, hogy a ön által említett szám, ugye az a 2,9%-os korábban tervezett államháztartási hiányhoz volt viszonyítva, de ahogy az előbb erre utaltam, ez megváltozott, erről döntött a kormány. 4,5%-os hiányt kívánunk elérni év végére, tehát csökkenteni akarjuk a államháztartás hiányát. Ez durván azt jelenti, hogy ebben az évben a pénzforgalmi hiányunk kb. 4000 milliárd forint körül alakulhat majd. Az államadósság kezelő központnak, a pénzügyminisztériumnak és a kincstárnak erre kell fölkészülni. Arra is felhívnám a figyelmet, hogyha jól figyelték az első 3 hónap költségvetési adatait, akkor azért a fogyasztás élénkülése látható, tehát a várakozásainkhoz képest jobban alakulnak a fogyasztási adóbevételek. Arra számítunk, hogy a reálbérek növekedésével párhuzamosan ez az év hátralévő részében még kedvezőbb lehet, tehát lehetnek pozitív kockázatok is a idei év költségvetési hiányát illetően. Rettére válaszoltam, tehát tárgyalások pontos alakulásáról más kollégának van képe. Mi azt az összeg nagyságát, a 774 milliárdot a 80%-os tulajdonrészre meg tudja erősíteni, miniszter úr? Ahogy mondtam is, a pénzforgalmi egyenleg az első 3 hónapban azért alakult magasabban, mert többek között a kamat és nyugdíjkiadások mellett a rettérhez szükséges forrásokat is biztosítottuk. Ez azonban nem növeli az államháztartás eredményszemléletű hiányát. Tehát nekünk a forrás biztosítása a feladatunk, hogy a tárgyalások mikor zárulnak le, ez nyilván a tárgyaló felekre tartozik. Azt nem kell, gondolom, megismételnem, hogy egy olyan stratégiai célkitűzéséről van szó a kormánynak, amelyet keresztül kíván vinni. Köszönöm, ma jött ki az adat, hogy 1%-kal csökkent az infláció, 3,6%-os, viszont brutálisan drágulnak a telefon és az internet díjak, a szolgáltatók emelték. Erre nekik nyilván joguk van a kikötött szerződés szerint, ha a korábbi infláció nagy mértékben emelkedik.
a kormány azért megvizsgálja-e, hogy indokolt-e egy 15%-os vagy 15% fölötti szolgáltatói díjemelés a telefonoknál, meg az internetnél, meg a tévénél? Ugye örüljünk együtt a jó hírnek, hogy az infláció tovább csökken, és ez egy fontos eleme, fontos szegmense annak, hogy a gazdasági növekedés hogyan tud egyre erőteljesebbé válni a következő hónapokban, hiszen ez teremti meg a lehetőséget a reálbérek még nagyobb mértékű növekedésére, és ez adja az alapot majd a fogyasztás és a megtakarítások növekedéséhez is. Ez mindenképpen egy jó hír, hogy ezen a szerkezeten belül egyik hónapban hogyan alakulnak egyébként az árak, az nyilván a pillanatnyi piaci helyzettől is függ. Természetesen a kormány folyamatosan követi és monitorozza ezeknek az áraknak az alakulását, és gondolom hasonlóképpen teszi a gazdasági versenyhivatal is. Köszönöm, még egy kérdésem van, és ez az utolsó kérdésem miniszter úrhoz. A benzinárakkal kapcsolatban, hogy most egy picit lejjebb ment ugyan, de még tavaly miniszterelnök úr azt mondta, hogy ha nagyon nőne a benzinár, akkor egy benzinár stoppot se zárna ki. Most hogy látja miniszter úr, hogy szükség lesz erre, milyen szintnél? Nagy Márton miniszter úr azt mondta, hogy ő berendeli a MOL és a Ásványolaj Szövetség embereit, hogy a régiós középár szintnél ne legyen magasabb a benzinára. Milyen eszközei vannak a kormánynak? A gazdasági miniszter úr nyilatkozott ebben a kérdésben. Én azt javaslom, hogy várjuk meg ezt a találkozást, utána a kormány mérlegelheti, hogy milyen lépésekre van szükség az árak korlátozása, vagy az árak befolyásolása érdekében. De ön kizárja a benzinás stoppot, vagy nem? Hát mondom, először várjuk meg a találkozást, utána megkérdezem én is a gazdasági miniszterőt, hogy mi volt a találkozás, hogy nyilván beszámol a kormánynak majd, és utána lehet a kormánynak döntést hozni. Köszönöm. Della Podcast. Köszönöm szépen, Baka Zoltán vagyok. Pénzügyminiszter úr, miközben van az amerikai elnök választásnak a magyar költségvetés belső szerkezetéhez, belső folyamataihoz? Azok a szempontok, amiket említett, azok nem új keletűek. Azok egy-két hónappal korábban is nyilvánvalóak voltak. Az uniós gazdasági környezetre vonatkozó megállapításuk, akár az is, hogy amilyen módon viszonyulnak a háborús helyzethez egyes uniós, illetve NATO tagországok. Ebben én nagy újdonságot nem látok, miközben még a közelmúltban is arról volt szó, hogy most áprilisban benyújtják a 25-ös költségvetés tervezetét a parlamenthez. Hozzáteszem, szerintem logikus döntést hoztak, hogy eltolják az év végére, de az az érdekes összekötni az amerikai elnök választással, főleg úgy, hogy már közölte a keretszámokat 2025-re. Tehát 4,1%-os növekedés, 3,7%-os költségvetési hiány. Tehát ezek szerint az amerikai elnök választás a költségvetés belső folyamataira lehet hatással a kormány szerint. És még ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy ezek a keretszámok Donald Trump győzelme esetére vonatkoznak, a 25-ös év költségvetési folyamataival összefüggésben. Mi történik, hogyha Joe Biden-t választják meg? Arra milyen makropályájuk van? Én örülök, hogy szerkesztő úr örül a kormány döntésének, vagy legalábbis nem ellenzi. Köszönjük szépen! Azt tapasztalom, hogy a helyzet folyamatosan változik. Gulyás miniszter úr azzal kezdte a mai kormányinfót, hogy a NATO-ban olyan döntések születnek, 100 milliárd dollár értékben, amelyek a háború akár eszkalációjával is járhatnak. Tehát a helyzet szerintem azért elváltozott, eltér attól, amivel egy-két hónap ezelőtt is számolhattunk. Jól láthatóan a nyilatkozatokból, francia elnök, NATO és így tovább, egy háborús eszkaláció irányába mozdult el a politikai közeg. Erre a magyar kormánynak is, és a magyar költségvetésnek, államháztartásnak is reagálni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez az őszi tervezés technikai értelemben segíteni fog bennünket abban, hogy egy háborús helyzetben, egy háborús tervezés kapcsán milyen számokat, milyen forgatókönyveket tudunk 2025-re adni. Fölteszem még egyszer a kérdést, hogyha Biden nyerne, akkor a 3,7%-nál magasabb hiányjal és a 4,1%-os GDP növekedésnél alacsonyabb növekedéssel kellene számolni 25-ben? Egy makropályát kitűztünk magunk elé a következő három évben. Az idei 4 és feles hiány után jövőre 3,7, majd 2026-ban
2,9%-os hiánnyal számolunk. Ebből a magyar kormány nyilván nem kíván, hogy nem szeretne engedni, és abból sem, hogy a hiány mellett az államadósság mértékét is csökkenteni kívánjuk. Nem lehetünk viszont vakok, nem nézhetjük öbetett kézzel, hogy a világ hogyan változik körülöttünk, és ebből a szempontból meghatározó azt, hogy ősszel a novemberi amerikai elnökválasztás milyen eredmények hoz. Közben ugye folyamatban volt a 25-ös költségvetés előkészítése, akkor ez most megy a kukába, vagy azért az alapjait megtartja? Megy az asztalfiókba. Agrárminiszter úr, tavaly rekordév volt a magyar mezőgazdaságban. Látják-e már idén, milyen termés kilátások vannak összevetve a tavalyival? Hogyha makroszámokat nézünk, akkor a tavalyi esztendőnek a kiemelkedő rekord teljesítmény annak is köszönhető, hogy előtte való évben történelmi mértékű aszály volt. Így összevetve a kettő évet, a tavalyit és az ideit, akkor a mértékű növekedés biztos, hogy nem fog beállni, hiszen ennek biológiai akadályai vannak. Látva az időjárásnak a viszontagságait a mostani időben is, hogy nincs elég csapadék, és az alföld, délalföldi részét kifejezetten sújtja a csapadék hiány, azt remélem, hogy a tavalyi mérték, ha elérésre kerül, akkor elégedettek lehetünk. RTL. Köszönöm szépen, Tárkányi Zsolt vagyok az RTL híradótól. És Varga miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy a 675 milliárd forintnyi elhalasztott beruházások milyen időintervallumot ölelnek fel? Ez csak az idei évre vonatkozik, vagy akár hosszabban lesznek ezek elosztva? A szaktárcák nevében nem tudok most nyilatkozni, de van olyan, ami csak a idei évet érinti, és 2025-ben kerül majd kifizetése, és van olyan, ami 25-26-os éveket is érint. Arányokat esetleg lehet mondani, hogy mennyi az, ami áthúzódik hosszabb távra, akár egy-két évre is? Hát több száz ilyen beruházásról van szó, most arányszámot nem vontam. Van erre is példa, van arra is példa. Értem. Az idei évi 4,5%-os hiány a mostani tudásuk, illetve mostani gazdasági helyzet szerint tartható-e, illetve amennyiben esetleg látnak ebben kockázatot, úgy elképzelhető-e egyensúlyjavító intézkedés, vagy akár különadók? Én azt látom, hogy a megváltozott kamatkörnyezet, a háborús helyzet, az energiárak magasabb szintje a Covid előtti helyzethez képest minden országot komoly kihívások elé állít. Ezt tükrözi vissza az Európai Bizottság téli jelentése is. Ha jól megnézik, azt láthatják, hogy jó néhány ország, közel a fele az Európai Unió tagországainak hasonló cipőben jár. Csak emlékeztetnék arra, hogy mondjuk a lengyel költségvetés idén, vagy miként idén fogadták el, 2024-re 5,1%-os hiánnyal számolnak, a szlovák költségvetés 5,9%-os hiánnyal számol. Tehát ez egy olyan helyzet, amire minden ország megfelelő választ kíván adni. Magyarország is olyan pályán kívánja tartani a költségvetését, ami a következő évben csökkenteni kívánja a hiány mértékét. Egy dolgot szeretnék azért hangsúlyozni. Nem a költségvetés van, vagy nem az emberek vannak a költségvetésért, hanem a költségvetés az emberekért. Tehát egy ilyen helyzetben a költségvetés kialakításakor azt is mérlegelni kell, hogy a meglévő eredményeket hogyan lehet fenntartani. A magas foglalkoztatottságot, tehát hogy legyen minden ember számára esély elhelyezkedni, a magas családtámogatási arányokat, a bér és a nyugdíjaknak a emelt összegű kifizetését. És ebből a szempontból a magyar költségvetés is alkalmazkodik a mostani helyzethez, gazdasági helyzethez, és segíti az embereket, a vállalkozásokat abban, hogy ezt a helyzetet kevesebb kárral, kevesebb kockázattal vészeljék át. Illetve a költségvetés, a jövő évi költségvetés, ez még egy kérdésem lenne. Ugye abból a szempontból is észszerűnek tűnik a november 5-i, vagy az utáni benyújtás, hogy az elmúlt években azért hát kevés év volt, amikor az eredetileg nyáron benyújtott költségvetés az módosítás nélkül hatályban tudott maradni. Ez most csak az idei évben lesz így, mert ugye jövőre már nem lesz amerikai elnökválasztás, vagy pedig most már mostantól átállnak egy őszi költségvetési benyújtásra? Ezt többször elmondtam, hogy ez nem ezen múlik, hogy tavasszal vagy ősszel tárgyaljuk meg a költségvetést, hiszen az elmúlt időszak arra volt kiváló példa, hogy az Orbán kormányok időszakában a tavaszi költségvetési tervezéssel sokkal pontosabban tudtuk a várható
államháztartási hiány és államadósság mértékét megjósolni, mint egyébként azokban az időszakokban, amikor 2002 és 2008 között a baloldali kormányok ősszel tervezték meg a költségvetést. Akkor azokban az években az átlagos államháztartási hiány 6,9% volt. Most az elmúlt években, bár kétségtelen tény, hogy a Covid és a háborús helyzetben növekedett az államháztartási hiányunk, de a konjunktúra időszakában ez 2,6% alatt volt az Orbán kormányok időszakában. Tehát nem ezen múlik a kérdés szerintem. Ahogy eddig is mondtuk, ezután is fönntartjuk, hogy nyilván, ha hosszabb idő van felkészülni a vállalkozásoknak és a családoknak arra, hogy milyen költségvetési forgatókönyv várható a következő évben, ez segíti a gazdaság alkalmazkodását. Tehát hosszú távon szerintem az egy helyes és jó gyakorlat volt, amit az elmúlt 8 évben követtünk. Most csak egyelőre, akkor ez csak egy egyszeri döntés. Nem látok előre, egy háborús helyzet, egy háborús eszkaláció van. A kormány most egy ilyen döntést hozott. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy akkor Gulyás miniszter úrhoz majd következő körben kérdezünk. Jó, köszönöm. Következő körben. Mandiner. Jó napot kívánok, Baranyi Róbert vagyok a Mandinertől. Megint volt egy uniós vita a visszatartott támogatásokról, magyarországi támogatásokról. Mennyiben befolyásolhatja ezeket a számokat Varga miniszter úr, amiket ön elmondott, az, hogy meg tudjuk-e esetleg jövőre vagy idén szerezni ezeket a támogatásokat, vagy nem? Alaphelyzeten ez nem változtat. Magyarországnak járnak ezek a támogatások. Tehát a helyzet fonákja éppen az, hogy ezeket a támogatásokat politikai fenntartások vagy politikai viták miatt időnként visszatartja az Európai Bizottság. Szerencsére az elmúlt hónapokban ezek a források Magyarországra eljutottak. Több mint 550 milliárd forint érkezett december óta Magyarországra nekünk jogosan járó támogatásokból. Tehát az, hogy az Európai Parlament most milyen döntést hozott, vagy milyen vitákat folytatott le, ebből a szempontból mellékes. Az Európai Bizottság az utalásokat elindította, és folyamatosan küldi ezeket a támogatási forrásokat. Köszönöm, és az ágazatok között azt lehet tudni, hogy hogyan oszlik meg ez a beruházás, eltolás? Milyen ágazatra gondol? Hát, beruházás, tehát. Csak hogy szaktárcákra lebontva mondta, hogy ugye ők döntsék el. Hát ez benne van a költségvetésben, aki előveszi vagy rámegy a digitális felületen a 2024-es költségvetésben láthatja, hogy milyen arányokban határozott meg a kormány és a parlament az országgyűlés beruházási fejlesztési célokat. Ezek az adatok nyilvánosak. Köszönöm. 24.hu. Horváth Csaba vagyok a 24.hu-tól. Varga Mihály miniszter úrhoz szólna az első kérdésem. Elsősorban a pénzügyminisztériumot érinti az a vesztegetési botrány, amiben most az ügyészség vádat emelt. 54 ember ellen, köztük 12-en pénzügyminisztériumi munkatársak voltak. Kerestük a pénzügyminisztériumot ebben a kérdésben, lehet, hogy nem találta meg önt a megkeresésünk. Mi az álláspontja erről az ügyről? Az álláspontom 2022 óta változatlan, egy kicsit lassú a lapszemle a 24.hu-ba ezek szerint, mert 2022-ben a pénzügyminisztérium volt az első, aki nyilvánosságra hozta, hogy a központi nyomozó ügyészség, főügyészség eljárást folytat bizonyos kollégákkal szemben. Mi ezeknek a kollégáknak a munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntettük, 2022-ről beszélünk. Itt persze fölmerülhet az, hogy az ártatlanság vélemét miért nem érvényesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy amíg ilyen vádak megfogalmazódnak kormánytisztviselők ellen, addig azonnal kell lépni. Hát ez egy régi ügy, amit most kérdez tőlem. Az álláspontunk változatlan. Magyarországon a korrupcióval szemben zéró tolerancia van. Tehát amíg ezek a kollégák nem tisztázzák magukat, addig a munkaviszonyukra, vagy a munkájukra nem tartunk igényt. Annyiban nem régi ügy, hogy most emeltett vádat februárban. Egyébként 2015 és 22 között elsősorban pénzügyminisztériumi pályázatokat manipuláltak a vádirat szerint. Önnek személyesen van-e politikai felelőssége ebben az ügyben? Hát az előbb azt mondta, hogy az 54 főből 12 a pénzügyminisztériumhoz tartozik, tehát az arányoknál azért van egy kis tévesztése, de ezek nem pénzügyminisztériumi pályázatok, ezek Európai Uniós pályázatok voltak, amit a pályázat feldolgozás során vizsgált az ügyészség. Ennek kapcsán
fogalmaztak meg gyanút ezekkel a kollégákkal szembe. Mi haladéktalanul léptünk, ezeknek a kollégáknak a munkaviszonyát felfüggesztettük. Sőt, van olyan kollega köztük, akik már 2018 óta nem dolgozik egyébként a pénzügyminisztériumban. Tehát amit önök a portálukon pénzügyminisztériumi munkatársnak állítottak be. Én azt kérem önöktől, hogy a 2022 áprilisában kiadott pénzügyminiszteri közleményt olvassák el alaposan. Számít rá, hogy a bíróság esetleg tanúként meghallgatja ebben az ügyben? Ezt majd a bíróság eldönti. A miniszterelnök úr ebben az ügyben kérte öntől tájékoztatást? Nem kért ilyen tájékoztatást, mert tájékoztattuk a nyilvánosságot, tehát ugyanazt tudnám neki is elmondani, amit a nyilvánosság számára publikussá tettünk. Köszönöm szépen. Nagy István miniszter úrhoz szólna a következő kérdésem. Gulyás Gergely minisztertársa egy korábbi kormányinfón úgy fogalmazott, hogy az ő minisztériumában olyan nem történhetne meg, ami az ön minisztériumában viszont megtörtént. Egy 2 milliárdos agrártámogatási összegek, pénzek landoltak egy svájci bankszámlán, ami Nobilis Kristóf üzletemberhez köthető. Őt gyanúsítottként hallgatták ki. Mit tud erről az ügyről, mi az álláspontja ebben? Folyamatban lévő ügy, amelyben nem szeretnék semmilyen állást foglalni. Azt tudom önnek mondani, hogy bárki, aki érintett volt ebben a kérdésben, nem dolgozik már a minisztérium keretén belül. Nobilis Kristófia, Nobilis Márton, akkor, amikor ez történt, az ön kabinett főnöke volt, most pedig államtitkár. Esetleg őt, mint beosztottját, megkérdezte erről az ügyről, tekintettel arra, hogy az édesapja számlájára került ez a pénz a vádak szerint, vagy a gyanú szerint. Nem szeretnék semmi olyan dolognak elébe menni, amelyről most folyamatban lévő vizsgálat van. Én azt gondolom, hogy semmi esetre sem köthető össze a két ügy. Olyan mesterséges összekötése van a két ügynek, amelyet nyilván majd a bíróság tisztázni fog, és aztán következtetéseket le lehet vonni belőle. De beszélt erről Nobilis Mártonnal, vagy Nobilis Kristóffal? Azért mégiscsak sok pénzről van szó. A helyzet a következő. Arra a szakmai anyagra szüksége volt a minisztériumnak, hiszen a közös osztatlan felszámolását készítettük elő. Azokat az jogi irodákat kértük meg, akik a földtörvény megalkotásában is már nagyon komolyan részt vettek. Olyan ismeretük, olyan mély szakmai rálátásuk volt erre a folyamatra, ami indokolta az ő közreműködésüket ahhoz, hogy földtörvénynek a bővítését, a közös osztatlan főszámolását, az egész magyar földbirtok politikának a gúzsba kötését ki tudjuk szabadítani. Megrendeltük ezt a tanulmányt, ez a tanulmány elkészült, mi a jogalkotás során ezt felhasználtuk. Szakszerű volt a megrendelés, szakszerű volt a teljesítés. Hogy utána az ügyvédeknek milyen egyéb dolgai voltak, az abszolút nem tartozik ránk. Mi megrendelők voltunk, a teljesítést elfogadtuk és kifizettük. Számunkra itt a történet véget ér. Nem tudom, hogy miért folytatódik tovább, vagy milyen ügyek azok, amelyek mentén ezt tovább gombolítják. A nyomozók szerint egyébként érdemi munka nem volt ezek mögött, az anyagok mögött, amiről beszél. De a kérdésem az volt, hogy Nobilis Mártonnal, vagy Nobilis Kristóffal erről az ügyről azóta beszélte. Soha nem találkoztam Nobilis Kristóf úrral. De a fiával nyilván igen, vele beszélte erről. Kabinett főnököm volt. A folyamat előkészítésében természetesen, hogy egyeztettünk, természetes volt az, hogy ennek a megrendelése szükség van, hiszen egy ilyen joganyag előkészítésének megalapozása az feltétlen fontos egy szakminisztérium számára. Egy utolsó kérdés, hogy ön kapott-e idézést tanúkénti meghallgatásra ebben az ügyben? Még nem. Mit rá? Ha a bíróság hív, akkor megyek. Köszönöm szépen. TV2. Köszönöm szépen, Hordósi Dániel vagyok a TV2 tényektől. Az első kérdésem nekem is Nagy István miniszter úrhoz szólna. Említette itt miniszter úr, hogy
korlátozásokat vezetünk be minden olyan élelmiszeripari termékre, ami Ukrajnából érkezik, bármely országon keresztül jöjjön. Vonatkozik-e ez a korlátozás a feldolgozott élelmiszerekre is? Gondolok én például olyanra, hogy az Ukrajnában megtermelt gabonát feldolgozzák Olaszországba, az behozható lesz a Magyarországon. Arra 24 termékre terjed ki, amely Magyarország és Ukrajna közötti árubehozatali tilalomra vonatkozik. A 24 termékben természetesen a gabonának minden feldolgozott terméke benne van. Ezért ez egy teljes körű tilalmat jelent. Köszönöm szépen. Következő kérdésem Varga Mihály pénzügyminiszterhez szólna. Ön szerint az idei költségvetés módosítására lesz-e még szükség? Ha igen, akkor ezt mi válthatja ki? A módosításokra mindig nyitott a kormány, erre szükség van. Azt gondolom, hogy ha a mostani lépéseket át tudjuk vezetni a költségvetésen, akkor már ilyen nagyságrendű intézkedésre nem lesz szükség. Tehát az év összességében egy 2,5%-os növekedést fog hozni. Egyébként ez nincs messze az OECD és az Európai Bizottság 2,4%-os növekedési prognózisától. Hasonló módon látjuk a magyar gazdaság kilátásait. Ez elegendő lesz arra, hogy a 4,5%-os hiányt tartani tudjuk. Köszönöm szépen. Heti TV. Brajer Péter, Brajer Press és Heti TV. Először a mezőgazdasági miniszter úrhoz. Legutoljára azt ígérte nekem, amikor ott volt a stúdióban, hogy meg leszünk védve mindenféle GMO-tól. Ugyan a kollega már rákérdezett, de a 24 termék az nem elegendő, hisz minden, amit Ukrajnába, illetve Amerikából Ukrajnába érkezik segélyként napjainkban, nagy rész eljut Magyarországra, és hogy tudunk ez ellen védekezni? Mi a biztosíték arra, hogy egy másik kollega már beszélt, én laboratóriumi húsoknak nevezem ezt, hogy nem jutnak el idáig, Magyarországon engedélyezve nincsenek, de van már olyan európai tagállam, ahol igen, és valahogy ide bekerülhetnek az országba. Azt hiszem, hogy a magyar ellenőrzési rendszer, amit a NEVIH fönntart a határon, és amit a híradásokban is sokszor lehet hallani, hogy terméket levetetünk a polcokról, vagy éppen megakadályozzuk azt, hogy a raktárakból kikerüljön a polcokra, az mind-mind annak a fejlett magyar élelmiszerbiztonsági ellenőrzésnek köszönhető, amit a NEVIH és a munkatársai végeznek. Ők a garancia arra, és az a rendszer a garancia arra, hogy nem kerülhetnek forgalomba ilyen termékek Magyarországon. A magyar a méztermelők nagy bajba vannak. Én ugyan egy kínai fan vagyok, de nagyon sok olyan méz kerül a hazai polcokra, aminek semmi köze, sőt, Ukrajnából kevert mézek kerülnek be hazánkba. Ezt már a német biztonsági szervek laboratóriumban is megállapították. Mi a válaszunk erre? A helyzet az, hogy a magyar mézpiacnak a fő problémája az Európai Unió kínai méz importja. Szóval az Európai Unió önmagában nem termel elegendő mézet, ezért importra szorul. És Kínából műméz, azaz ipari úton előállított méz kerül az Európai Unióba. Ez egy nagyon alacsony áron kerül forgalomba. Az utóbbi időben 80%-kal megnőtt ennek a mértéke. Az okozza a fő problémát, hogy Magyarországon megtermelt mézből 20-25 ezer tonnát szeretnénk mi is az Európai Unió piacán értékesíteni. Viszont nem tudunk, mert a helyét elfoglalja egyrészt a Kínából érkező iparilag előállított méznek a mennyisége, másrészt pedig az Ukrajnából származó természetes méz. A kettő együtt van nehéz hatással a magyar méhészeti ágazatra is, hiszen van egy piac kiszorító hatása, és van egy nagy mértékű ár letörő hatása. Olyan alacsony áron kerül forgalomban ma Európában a természetes méz, amely egyáltalán nem fedezi a méhészek önköltségét sem. Ez okozza azt a nehézséget,
hogy vagy kényszer értékesítést kell a méhészeknek végrehajtani, vagy raktáron tartják továbbra is a mézet, várva egy olyan időszakra, amikor az önköltségük legalább megtérül. Magyarországra Kínából érkező műméz nem kerülhet a polcokra, mert a legszigorúbban ellenőrizzük és kivonjuk a forgalomból. Mindazon palackozókat, akik próbálnak ilyen eszközökhöz nyúlni, azt azonnal büntetjük, és azonnal termékeit levesszük a polcról. Magyarországon boltokban forgalomba kerülő mézek is teljes mértékig biztonságosak, de mindenkinek azt ajánljuk, hogy keressen egy termelőt, vásároljon tőle közvetlenül, ott vannak a piacok is, óriási élmény a termelőtől, a méhésztől vásárolni, hiszen egyéb plusz információkkal is el tudja látni azon túl a termelőt, hogy a legbiztonságosabb, legminőségibb mézet fogja vásárolni. Nem akarom az időt húzni, de az exportunk, a mézexportunk veszélybe van így az egyéb kémiai úton előállított mézektől. Nem csak a miénk, hanem egész európái. És gyakorlatilag fogalmazhatunk, hogy az egész világé. És ezért kell magyar kezdeményezőre is a leghatározottabban föllépnünk, és nincs olyan brüsszeli tanácsülés, hogy a méz kérdését ne hoznám én is napirendre. Hiszen az, hogy a természet csodáját iparilag hamisítják, és azzal próbálják pótolni mindazt a biológiai értéket, amit a természetes méz jelent, az bűn. Ezt nem lehet hagyni. El kell érjük azt, hogy az Európai Unió ne hozzon be ekkora mennyiségű iparilag állított műmézet, hanem engedje, hogy mindenki megtapasztalhassa a méznek azt a csodáját, amit a beltartalmi értéke jelent az emberi élet számára, ami pedig a természetes méz. Köszönöm. Pénzügyminiszter úr, több alkalommal ma már beszélt a védelmi kiadásokról, és akkor most jön egy csavar benne. Eurovíziós dalfesztivál lesz Malmöbe. Az én információim szerint több mint 80 ezer muzulmán, nem friss migráns, hanem akik már az Európai Unióban utazási okmányokkal rendelkeznek, fognak elmenni Malmöbe, hogy ott megakadályozzák az izraeli szereplő szereplését. Na most gondolja el, hogy ha oda mennek 70 és 100 ezer közöttiek, akkor hogy jöhetnek ide Magyarországra is, tehát határvédelemről beszélek, minek utána háborús gócpontban vagyunk, és ez még csak a kezdet. Nincsenek még repülőink, igaz, vannak megrendelve. A katonaság éppen toboroz, bízunk benne, hogy sikerül minél több fiatal és jó szakembert. Miből fogjuk ezt kifizetni, illetve a költségvetésbe, hogy tudja ezt pótolni, hisz olyan védelmi eszközökre van szükség, amik nem 2 forintba kerülnek, arról nem beszélve, hogy Magyarország a rendszerváltás óta nincsenek óvóhelyei, és nincsenek olyan felszerelései, illetve megoldásai, ami háborús helyzetben igencsak kell, hogy legyen. Sőt, hova fogunk elmenni, hol lesznek olyan víztárolóink, amik nincsenek, illetve ami egy háborús veszély esetén kellenek. Honnét lesz erre pénzünk? Komplex és összetett kérdéssel tisztelt meg, de maradnék a védelmi kiadásoknál. Ennek a száma benne van a 2024-es költségvetésben, és ezen nem kívánunk változtatni. 1700 milliárd forintot költ a magyar állam arra, hogy a honvédség a háborús veszélyhelyzetben is megfelelő eszközökkel rendelkezzen, képes legyen a legváratlanabb helyzetre is reagálni. Köszönöm, és akkor a szóvivő asszonyhoz, mert arról beszélt, hogy újabb program lesz 1990-ben, vagy mikortól épített házakba. A vendégem és riportalanyom volt az EVOSZ-nak, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének. Először elolvastam a közleményt, utána a vendégem volt a főtitkár, aki arról beszélt, hogy a hatalmas beruházásoknál nem magyar szakembereket, vagy köműveseket, vagy segédmunkásokat használnak, hanem minden importból van.
És ő azt az ajánlatot tette rajtunk keresztül a kormánynak, hogy ők természetesen hajlandók lennének szakembereket az ellenőrzéshez biztosítani, mert hogy az alapanyagot is külföldről fogják behozni, így aztán, ja, és akik itt fognak dolgozni, az biztos, hogy nem fogják a fogyasztói társadalmat növelni, hanem majd nem globusz konzervet esznek, ez nem a hirdetés helye volt, hanem mint otthonról hoztak, illetve majd sokat túlóráznak, és majd utána a pénzt biztos kisebb banki költség megtérítéssel a saját pénzükre váltják. Mit tudunk tenni, hogy az építőipar ne menjen teljesen tönkre, hisz a Covid után, illetve a Covid alatt meg tudták menteni a szakembereiket. Továbbképzés is folyik, most viszont nem lesz nekik már nincs munkájuk. Az az információm, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a legmesszebb menőkig támogatja az EBOSZ javaslatát. Kiváló partnerségi viszonyt építettek ki az elmúlt 2 év során, és azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az építésgazdaság területén a hazai szereplők támogatása lehető legnagyobb legyen a lehetőségekhez mérten. Ez tartalmazza egyébként a magyar építészetről szóló törvény is. Ön említette ezt a fentnevezett minisztériumot, aminek a nevét nem szeretném megismételni. Orbán Viktor miniszterelnök úr legutolsó sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva azt mondta, hogy semmi nem maradt torzon, főleg nem kórházak. Mégis egy kórháznak leállítottuk az egyházi kórházak láncolatából az utolsó, amit éppen építettek, nem csak a háborús helyzet miatt, mert ezek az egyházi kórházak a legjobb szolgáltatást adják, félbe van szakítva, és majd ha folytatni akarják évek múlva, a sok szorosába fog kerülni, 70 ágy befejezését akasztotta meg a fennnevezett minisztérium, annak ellenére, hogy már lobbiztak az összes minisztériumba, mindenki mindent megígért, mi lesz ennek a folytatása. Az amerikai úti zsidó szeretett kórházról van szó, az egyházi kórházak zászlós hajójáról. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a költségvetés védelmében és egyébként a háborús nehézségekre tekintettel hozta meg azokat a döntéseket, amelyeket megkényszerült hozni a beruházások leállítása, későbbre halasztása tekintetében. Én azt gondolom, hogy minden olyan építkezést, amelynek lesz a költségvetés szempontjából lehetősége, azt be fognak fejezni és folytatni fogják. Lehet, hogy ezek most néhány hónapot, évet húzódnak, de én úgy tudom, hogy ezekre az elhalasztott beruházásokra, és főképpen egyébként azokra, amelyek már egy bizonyos állapotban vannak, tehát hogy torzok valóban nem maradhatnak fent. Köszönöm. M4. Köszönöm, Dobos Zoltán vagyok, M4 és privát bankár. Üdvözlöm a kormányszóvivő asszonyt, jó munkát kívánok. Varga Mihály pénzügyminiszter úrhoz lenne kérdésem. A 2,5%-os idei évre tervezett növekedés azt is jelenti-e, hogy idén nem lesz nyugdíjprémium? Erre világos és egyértelmű szabályok vannak. Tehát, hogyha 3,5% fölött van a gazdaság növekedése, akkor kell nyugdíjprémiumot fizetni a kormánynak. Megjegyzem, eddig csak az Orbán kormányok fizettek ilyen nyugdíjprémiumot, baloldali kormányok sosem. Amennyiben 2,5% lesz a gazdaság növekedése, akkor ez nyilván alatta van a 3,5%-nak. Az erre elkülönített 20,5 milliárd forint sorsa, ami benne van a költségvetésben, az mi lesz? Ne aggódjon ezért a pénzért, van ennek a pénznek helye. Jó, egy másik kérdés. A benzináron belül az önt érintő részre kérdeznék rá, mivel január 1-ével magasabb volt a jövedéki adó emelés, mint az uniós minimum. Itt van egy kis jogi, mondjuk egy laufja a magyar kormánynak. Van-e lehetőség arra esetleg, hogy csökkentik a jövedéki adót, hogy ezzel is a benzinárakat megfékezzék? Itt szeretném felhívni a figyelmet egy tévedésre. Az, hogy környező országbeli összehasonlításban hogy áll a benzinár, az nyilván egy fix kérdés, hiszen el kell olvasni csak a kútoszlopokon az árakat. Viszont ezért nem az adótartalom a felelős. Ha az adótartalom nélküli nettó árakat nézzük meg, teljesen középmezőnyben van a magyar üzemanyag ára.
Tehát én azt gondolom, hogy nem az adókkal kell ebben a tekintetben foglalkozni, hanem a termelői költséget kell olyan mértékben csökkenteni, ami lejjebb tudja vinni az üzemanyagoknak az árát. Nyilván Nagy Márton ezért hívatta be a MOL és az Ásványolaj Szövetség elnökét, csak hát arra gondoltam, hogy esetleg a növekedésből egyrészt kivehetnek a fogyasztók is, a termelők is, illetve esetleg a kormány is lemondhat költségvetési bevételről az elszálló árak megfékezése érdekében. A magyar kormány azon dolgozik, hogy a gazdasági növekedés lendületét támassza alá és segítse. Annak érdekében akarunk döntéseket hozni, hogy az energiaköltségek oldaláról is a vállalkozások minél versenyképesebbé váljanak. Kizárja a jövedéki adó csökkentését? Hát, ha jól figyelt, épp azt jelentettük be az előbb, hogy csökkentjük ennek a mértékét, hiszen a gázolaj jövedéki adójából adunk nagyobb visszatérítést majd a gazdáknak. Nem zárom ki. És mondjuk egy mezei autós, aki beáll a kútra? Hát, ahogy az előbb már erre említést tettem, az adótörvények módosítása jelenleg nincs napirenden. Akár rendelettel is módosítható veszélyhelyzetben? A kormány mérlegelni fog minden körülményt, amikor adóügyi döntéseket hoz. Az adószabályok fő struktúráján nem kívánunk változtatni. Alapvetően a munkát és jövedelmet terhelő adók mértékét csökkentjük, és a fogyasztási típusú adókon keresztül fedezzük a szükséges közkiadásokat. Jó. Köszönöm. Még egy témába rákérdeznék. Hétfőn a parlamentben az azonnali kérdések órájában Matolcsi György jegybank elnök úr egyértelműen letette a garast egy önkéntes iparkamari tagság mellett. Kormánynak mi az álláspontja, pénzügyminisztériumnak mi az álláspontja? Fenn kell tartani a kötelező iparkamari tagságot, vagy egy önkéntesre kell áttérni? A pénzügyminisztériumnak nincs önálló álláspontja, a kormánynak nyilván van véleménye. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen dolgozunk azért, hogy Magyarországot versenyképesebb és hatékonyabb gazdaságú országát tegyük. Tehát nyilván minden ilyen felvetés előtt érdemes majd konzultálni a Kereskedelmi és Iparkamarával. Én ilyen felvetés egyébként a kormányasztalán nem tudok. Az agrárminiszter úr a kötelező agrárkamarai tagságról mi a véleménye? Esetleg áttérnének önök is egy önkéntes kamarai tagságra? A gazdák kamarai tagsága olyan előnyöket hordoz és hordozott magában, ami számottevőleg megnyilvánul minden gazda életében. Olyan erőt tudtak összpontosítani a kamarán keresztül, mind a kormány felé különböző döntések előkészítésében, amely csak erősítette a kormány és a gazdák közötti szövetséget, tehát a gazdák nyertesei a kamarai tagságnak, és én azt remélem, hogy ezért a többség továbbra is az kötelező fenntartást támogatja. Rendben, hát majd Gulyás miniszter úrhoz lesz akkor kérdésem még. Economics. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Sarkadi Istya vagyok az Economics-tól. Mindkét miniszter úrnak szeretnék vagy kérdést feltenni. Bocsánat, csak a jegyzetemért lenyúltam. Remélem pénzügyminiszter úrtól lehet olyat kérdezni, hogy a kórházi adósságoknak a adósságrendezésről született-e kormányzati döntésben. Úgy tudjuk, hogy a legutóbbi kormányülésen ez szóba került ez a téma. Ha szóba került, akkor van-e már rendezési terv, tudunk-e időpontokat, és hogyha ezzel kapcsolatban tud mondani valamit, azt megköszönnénk. A kormány folyamatosan vizsgálja ezt a kérdést is, több egyeztetésen vagyunk túl a belügyminisztériummal. Nyilván kollégáim vagy az érintett felek majd erről, amennyiben szükséges tájékoztatást adnak. De akkor most volt szó erről? Tehát most is tárgyaltak erről a témáról a kormányülésen? Kormányülés nélkül is folyamatosan egyeztetünk a belügyminisztériummal és az okfővel. Tehát ez a kérdés napirenden van, igen. Én kicsit visszatérnék a hiány célokra, de nem teszek olyan kérdést fel, amit már elhangzott. Mondta azt, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt adók növekedtek, ami jó hír. Ugye még a gyors jelentésben ezek nem szerepelnek, de kíváncsi vagyok rá, hogy például az áfa tartalom, ugye az áfa bevétel az tudott-e növekedni, hiszen februárban ugye kevesebb lett nominálisan is a bevétel, mint egy évvel ezelőtt, és ugye az egy évvel ezelőtti év az 1000 milliárdos hiányal zárult ebből a szempontból. Tehát hogyha innen tudna a részleteket, vagy számokat mondani, vagy tendenciákat mondani, akkor azt megköszönnénk.
egy pontosítást engedjen meg, nem az adók növekedtek, hanem az adóbevételek. És ez azt gondolom, hogy jó hír. Azzal számolunk, hogy a makropálya módosítása után a háztartások idei fogyasztása 2,3%-kal fog növekedni, és a fogyasztási kiadások összességében 2,7%-kal nőnek. Ez mindenképpen segíteni fogja azt, hogy a egész évre tervezett 4,5%-os hiányt elérjük. Tehát akkor növekedett az áfa bevétel? A várakozásainkhoz képest igen. Rendben, akkor még kicsit visszatérnék a hiányra. A hiányjelentés szerint a idei évbecslése szerint az önkormányzatok, helyi önkormányzatoknak az egyenlege 108 milliárdos mínuszba fog kerülni, és egy 147, több mint 147 milliárdos hitelfelvételre is szükség lesz. Erről lehet tudnám mondani, hogy ez miért fog így megtörténni, mi szükség van erre, mit várhatunk ezzel a pénzzel, főleg így a önkormányzati választások idején? 3200 önkormányzat működik Magyarországon, és az önkormányzati gazdálkodás nyilván a lehetőségek adottságoktól függően eltér egymástól. Tehát ehhez konkrét településről kellene beszélnünk, és nyilván ebben a pillanatban nem vagyok abban a helyzetben, hogy mondjuk egy konkrét településnek a gazdálkodási nehézségéről tudjak számot adni. A kormány számára egy feladat van, hogy az önkormányzatok gazdálkodása stabil legyen. Ennek érdekében a belügyminisztériummal közösen dolgozunk azon, hogy ez így történjen, tehát azokat a hitelfelvételi kérelmeket, amiket önkormányzatok jutatnak el a kormány számára, a belügyminisztériummal közösen megvizsgáljuk. Csak abban a kizárólagos esetben javasoljuk a kormánynak a pozitív döntés meghozatalát, hogyha egy önkormányzat képes ezeknek a hiteleknek a visszafizetésére. Egy utolsó kérdés még engedjen meg. Beszélt arról Gulyás miniszter úr, és ha remélem jól értettem, akkor ezek szerint van egy olyan forgatókönyv, hogy fél éven belül háború is kitörhet Európában, és talán két nappal ezelőtt, legalábbis április 8-ai magyar közlönyben ugye ön kapta, mint pénzügyminiszter azt az utasítást, hogy növeljék az európai békekeretbe a magyar forrásokat, ugye több 10 milliárd forinttal. Igazából az lenne a kérdés, hogy ebből ez miért volt erre szükség, illetve hogy ebből az összegből konkrétan pedig mennyi megy az Ukrajnába szánt fegyverekbe, vagy ezt meg tudják beszélni, ugye több cél is van, de ezek nincsenek pártlikázva, miközben a békekeret konkrétan kimondja, hogy ez az Ukrajnának szánt katonai támogatásnak a része. Tévedés van. Magyarország a NATO bármilyen közös kezdeményezésében pénzügyileg is csak úgy vesz részt, hogy előre kikötjük, hogy semmilyen fegyver ebből nem finanszírozható, és meg is állapodunk olyan célokban, mondjuk egészségügyi ellátás, ami mentes attól, hogy bármilyen finanszírozásban, ami fegyverek szállításával kapcsolatos részt vegyünk. Tehát azzal nem tudunk mit tenni, hogy miután NATO szövetségesek vagyunk, ezért ha van egy közös ránk is a saját arányos részében bennünket is terhelő befizetés kötelezettség, akkor eleget kell tenni, de abban minden egyes esetben eddig meg tudtunk állapodni, másképpen nem tennénk eleget a befizetés kötelezettségnek, hogy ebből semmilyen fegyverszállítás nem finanszírozható. Tisztelettel nem szeretek vitatkozni, de ez nem NATO-s, hanem uniós békekeret. Tehát uniós... Unióra ugyanígy igaz. És akkor itt is ki van, meg van határozat, tehát elmondták, hogy ez a most megnövekedett pontcsát nincs előtt, mennyi összeget fizetnek be. Igen. Ebből a pénzből olyan tankot nem lehet venni, ami Ukrajnába megy. Tehát nem, lehet, nem olyan kérni. Tankot, nem lehet tankot venni belőle. Tehát nem, ennyire nem bízunk, az Európai Unióban végképp nem. A NATO-nál is egyre több a kérdés. A NATO-val is most tárgyalunk erről, pontosan ilyen tárgyalások zajlanak. Az Európai Unióval is korábban ez volt a megállapodás. Magyar befizetésből fegyvert nem lehet odavinni, nem lehet venni. Köszönöm. És akkor az agrárminiszter úr kapja meg az inflációval kapcsolatos kérdést, és méghozzá azért, mert elég sokat foglalkoztunk a kenyérnek az árának a változásával, amivel ugye ön is korábban még a parlamentben is. Ugye ez egy állatorvosi ló, mert gyakorlatilag csökken az alapanyag a búzának az ára, sőt most már azért eléggé durván csökken, miközben a kenyérnek az ára nő, sőt most is nő, tehát a márciusi adatok szerint is az átlagos kenyérár növekedett. Itt most akkor lehet, hogy csak úgy feldobom a labdát, hogy mit tud tenni a kormány az esetben, hogy ne 900 forint környékén maradjon a kenyér, vagy ne felé növekedjen. Miközben ugye beszélgettünk is a Pékszövetséggel, ők azt mondták, hogy per pillanat ők nem tudnak mit tenni, sőt, még drágulás is várható. Én annyit tudok ezt hozzátenni, hogy 53 forintba kerül az a gabona, ami egy kenyérbe benne van. Az összes többi az minden más. Ami
A mi hatáskörünk az az 53 forint. De mondjuk, hogyha benne van, teszem azt mondjuk az energia ára, akkor esetleg, vagy egyéb ilyen adó környezet, akkor mondjuk a minisztertársával is tudna beszélgetni. Tehát olyan nehezen tűnik elfogadhatónak, talán hihetőnek, hogy a kormányzat ennyire nem tud ebben mit tenni, hogy gyakorlatilag néhány év alatt 325 forintról 800 valahány forintra növekedett a kenyérára. Ha megnézzük a bennünket körülvevő helyzetet, a háborút, az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiahelyzetet, az energiadrágulást, ez mind-mind nyilvánvalóan rárakódik minden egyes darab kenyérre. A fizetések rendezése és minden ilyen költség, ami gyakorlatilag a mindennapi életünket körülveszi, az mind-mind hozzáadódik egy-egy termékhez. Én azt tudom ennek mondani, hogy nyilván a piaci verseny ezt fogja szabályozni és fogja kordában tartani. Akkor, amikor az élelmiszerinflációt rekordmagasnak tartották, akkor mindig csak a végéről beszéltünk, de nem beszéltünk az elejéről, hogy azért, és ezt el kell mondani, nem Magyarországon a legdrágább az élelmiszer. A drágulás volt Magyarországon drága. De azért volt drága, mert korábban nálunk volt a legolcsóbb. És mikor nemzetközileg is pontosan az energiaválság miatt kialakult árszintre kellett növelni, és azt az energiaárat kellett használnunk, ami nemzetközileg is elfogadott volt, ahhoz képest volt óriási mértékű az élelmiszerinfláció, az élelmiszer drágulás. Ennek a következményeit kellett elviselni. Egy utolsó kérdés, még engedje meg a miniszter úrhoz. Muszáj tovább mennünk utána. Jó. Ugye beszéltünk arról, hogy a feldolgozóipart végre elkezdi a kormány, hát most nem az önöknek a adósság, hiszen hosszú évtizedes tartozás. Akkor gyors lesz a kérdés, már beszéltünk mi is banki befektetőkkel, ők is nagyon várják ezeket a beruházásokat, szerették finanszírozni, mindenki szeretné. Igazából ezért szeretnék konkrétumot kérdezni, hogy ezt jól hangzik, és sokszor mondták azt, hogy lesznek, mondjuk lesz, csak úgy mondok egy példát, cukorgyár, jó, de ki fogja működtetni, lesz-e no hozzá, hogyan kell ezt hozzáállni, elviszik-e a munkaerőt esetleg, vagy az erőforrás sokat a növénytermesztésről, tehát szeretnék kérni erről részleteket, hogy fog kinézni a magyar feldolgozóipar, milyen céldátumok vannak, milyen előzetes becslések, és akkor ez a vége. Ugye 2030-ig tervezünk gyakorlatilag ezzel a ciklussal, és mi látszik? Az látszik, hogy az alapvető gondunk a rendszerváltozás idejére teendő. Akkor, amikor a magyar élelmiszeripar, feldolgozóipar az privatizációra került. Azzal a jó szándékkal egyébként, hogy majd a beruházók fejlesztik, modernizálják, és egy nagyfokú technológiai színvonal növelés után a magyar élelmiszeripar újra versenyképes lesz. Ezzel szemben azzal szembesültünk, hogy ezeket bezárták, sőt, el is bontották, hogy nehogy valaha újra lehessen nyitni. Az egész magyar mezőgazdaságot visszatolták az alapanyag feldolgozási szintre. Nyilván a jövedelmezősége ennek a szintnek a legkisebb. Ezért kellett meghoznunk azt a stratégiai döntést. Ezért nagyon fontos és történelmi az a döntés, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékét az Európai Uniós forrásoknak a magyar kormány egyedül Európában 80%-os mértékűre emelte föl. Csak hagyd mondjak egy példát önöknek. 2027-ig még 2900 milliárd forint forrás áll rendelkezésünkre. Ebből csak 600 milliárd az, ami az Európai Unióból érkezik, 2300 milliárd az a nemzeti forrásból, a nemzeti finanszírozásból tevődik hozzá. Tehát ez háromszor több pénz, mint amennyi a megelőző ciklusban volt. Tehát utol tudjuk érni magunkat, azokat a lemaradásokat, amelyet kénytelenek voltunk elszenvedni. Nem lehetséges az, hogy például a cukoripar gyakorlatilag nem létezik Magyarországon, pedig egy fejlett kultúrája volt a termesztésnek is. Nagyon hiányzik a takarmányozási struktúránkban, nagyon hiányzik a vetésváltásban. Tehát gondolkodnunk kell azon, hogy magánbefektetésként hogyan lehet létrehozni az országba legalább még egy új cukorgyárat. Hiszen amink van, az sem magyar tulajdon Kaposváron. És nem mehetünk el természetesen amellett a nagyon régi bölcsesség mellett, amit apáinktól tanultunk, hogy a gabonát bőrében kell értékesíteni.
Az összes nehézségünk ebből ered, hogy szemesen akarjuk értékesíteni. Minél magasabb a feldolgozottsági szint, minél többet megetetve az állatokkal, és állati termékként, élelmiszerként forgalomba hozni, na úgy van rajta magasabb haszon, magasabb hozzáadott érték, és a nemzetgazdasági gyarapodást úgy tudja növelni. Nem véletlen az, hogy az export növekedést célú tűztük ki, hiszen több mint 20 millió ember ellátására vagyunk képesek. Mi mindig mindenből szinte dupla annyit termelünk, mint amennyi a hazai fogyasztásra szükséges. Ezért kell a feldolgozóipart növelni, hiszen ha versenybe akarunk kelni az ukrán mezőgazdasági termékekkel, amely tömegtermék, olyan minőségben, amilyen, de akkor a volumenben van, amivel nem tudjuk fölvenni a versenyt, csak úgy fogunk tudni talpon maradni, ha minél magasabb minőségben és minél magasabb feldolgozottsági szinten fogjuk piacra vinni a magyar mezőgazdasági termékeket. HVG. Köszönöm szépen, jó napot! Jó napot kívánok, Lengyel Tibor vagyok, hvg.hu. Egy nulladik kérdésem az lenne, hogy átérhetünk-e az egyéb napirendi pontokra, és tehetek-e föl más témában kérdést, nem pénzügyminiszter úrhoz, és nem agrárminiszter úrhoz. Amennyiben másoknak már nincsen, még lenne. Jó, ezt követően akkor. Tessék. Jópot kívánok, Sütő Nagy Zsolt a Magyar Hírlaptól. A pénzügyminiszter úrtól kérdezném, hogy a brüsszeli migrációs paktumnak közvetlen költségvetési kihatásai lehetnek-e? Anélkül, hogy átvenném a pénzügyminisztérium vezetését, azt tudom mondani, hogy Magyarország nem kíván részt venni semmilyen elosztási mechanizmusban, és nem vagyunk hajlandók fizetni sem az áthelyezésért. Természetesen ez egy jogvita lesz. Úgy látjuk, hogy nagyon fontos szövetségeseink vannak, közép-európai kormányok közül sokan fognak ehhez állásponthoz csatlakozni, sőt, a lengyelek ugyanezt mondják. Igen, a fejlesztésekre kiható megszorítások érinthetik-e rákos rendezőt, illetve hát az ott tervezett állami előkészítő fejlesztéseket? Nincs olyan beruházás szerintem, amelyik érinteni ebben a körben ezt a tervet. Köszönöm, és akkor az agrárminiszter úrtól kérdezném, hogy számítanak-e arra, hogy az Európai Bizottság meg fogja támadni ezeket az intézkedéseket, különös tekintettel a behozatali tilalomra. Igen, számítunk, hisz a kereskedelem szabályozása az Európai Uniós jog, nem nemzeti hatáskörben történik. És mit tudnak tenni ennek a megvédése érdekében? Bátran kiállunk, és megvédjük továbbra is, hiszen a magyar gazdák érdeke, a magyar állampolgárok érdeke az mindenek feletti a magyar nemzeti kormány számára. De a visegrádi országokkal nem egyeztettek ezekről, hogy esetleg több ország összefogjon? Természetesen folyamatos egyeztetésben vagyunk, a helyzet mindig változik országonként is, kinek-kinek az érdekei szerint. Azt már megtapasztalhattuk, hogy a végén mindig magunkra számíthatunk. És az a jó hírem van, hogy a magyar gazdák és a magyar állampolgárok a magyar nemzeti kormányra mindig számíthatnak. Köszönöm szépen. Telex. Köszönöm. Nagy István miniszter úr, Zolna kérdésem. Ön a parlamentben legutóbb azt mondta, hogy az állami vezetői pozíciók kizárólag szakmai alapon dőlnek el. Ugyanakkor Kocsis Máté és Varga Judit azt mondta, hogy Magyar Péter azért kapott állami cégvezetői pozícióját, mert a családi kapcsolatai tették ezt lehetővé. A két nyilatkozat egymásnak ellentmond. Mit gondol a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt igazságügyi miniszternek a nyilatkozatáról? Én azt tudom mondani, hogy az kizár dolog, hogy itt bárkinek bármilyen családi kapcsolata az előnyhöz vezethetne bármilyen döntésben. Kiváló, csak a szakmai érdemek a mérvadóak. Akkor Kocsis Máté és Varga Judit nem mondott igazat e tekintetben. Én azt tudom mondani, hogy minden olyan háttérintézménynél és cégnél, amely
az agráriumban érdekelt, ott soha semmilyen családi érdekek nem számíthattak, csak a szakmai érdekek. És mit szól ahhoz, hogy ezek szerint akkor nem csak az agráriumot érintő háttérintézményekben erre mégis sor kerülhetett, hiszen erről maga a Fidesz frakció vezetője beszélt? Én csak a saját háttérintézményemről tudom, ott biztos, hogy nem fordulhat elő ilyen. De akkor nem fogadja meglepetéssel azt, hogy a Fidesz frakció vezetője szerint viszont ez igenis megtörténhet, hiszen Magyar Péter esetében az ő állítása szerint ez így történt. Ön, mint a kormánynak egyik tagja, van-e erről a nyilatkozatról akkor véleménye? Hogy Magyar Péter mit mesél, és hogy milyen népmesei történetet épít fel, az az ő dolga. Én ezzel abszolút nem akarok foglalkozni, mert a mesék az gyermekek számára valók. Értem, de ez Kocsis Máté nyilatkozata volt, nem Magyar Péteri. Varga Mihály úrhoz volna kérdésem, a költségvetést illetően említette, hogy egy mérföldkő november 5-e, és hogy attól függővé válik az, hogy milyen is lesz ez a költségvetés. Kollégám már pedzegette ezt a kérdést, de még mindig nem világos a számomra, hogy mi az, amiben jelentős változás állhat be attól, hogy Donald Trump lehet esetleg az Egyesült Államok elnöke, vagy marad Joe Biden. Csökken a háborús kockázat, ne talán, mert ugye, hogyha hallgatjuk a nyilatkozataikat, akkor talán egyről Nagy István említette, hogy orosz-ukrán háború zajlik. A többi nyilatkozatokban általában ez nem derül ki, csupán az, hogy Ukrajnában zajlik háború, amit a nyugat támogat a saját lépéseivel, és nem eléggé támogatja a békét. Szóval ön úgy látja, hogy Donald Trump esetében, ha ő lesz az Egyesült Államok elnöke, csökken a háborús kockázat? Én nem vagyok háborús szakértő, egyszerű mezei miniszter vagyok, de olvasok híreket, és abból azt látom, hogy a két meghatározó amerikai elnökjelölt az ukrán-orosz háborúhoz való viszonya eltérő. Mást fogalmaznak meg politikai mondatokként. Ebből a szempontból a magyar kormánynak ezt figyelembe kell vennie, mint ahogy azt is, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban olyan kijelentések születtek itt Európában és a NATO berkeiben, amelyek fokozzák a háborús veszélyt. Ugyanakkor Donald Trump arról is beszél, hogy kevésbé nyitott világgazdaságot képzel el, és említette, hogy a magyar gazdaság exportorientált, rendkívül nyitott, ezektől a folyamatoktól, külgazdasági folyamatoktól nagyon függ az, hogy a magyar gazdaság teljesítőképessége milyen. Donald Trump ezzel ellentétes elveket fogalmaz meg, az külföldről hazahozná a termelést, akár az autóiparban is, a vámok élesebb körű növelését támogatná. Ez mind ellentmond annak a nyitott gazdaságnak, amely viszont a magyar gazdaság érdeke. Miért szolgálná Donald Trump hatalomra jutása a magyar gazdaság érdekeit e tekintetben? Én nem vagyok Donald Trump szóvivője, csak azokat a mondatait értelmezem én is, mint amit bárki meg tud tenni. Én azt látom, hogy az ő időszakában a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok jelentősen növekedtek. Tehát Magyarországnak nincs ebben az értelemben félnivalója egy esetleges elnökváltástól Amerikában. Amire Donald Trump törekszik, és ezt hangsúlyosá is teszi, az olyan bilaterális egyensúly, amely főleg a nagy országokkal való gazdasági kapcsolatok egyensúlyát jelenti. Elsősorban Amerika és Kína közötti gazdasági egyensúlyt fogalmazza meg, de ez a kérdés nyilván Amerika és Európa esetében is fennáll. Ebben a tekintetben tehát én optimista vagyok, mert Donald Trump időszakában növekedtek a gazdasági kapcsolataink és javultak a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok. Donald Trump utáni időszaknak egy sajnálatos eseménye a kettős adóztatásra vonatkozó egyezmény amerikai felmondása, ezek nehezítik a magyar-amerikai kapcsolatokat. Abban bízok, hogy ebben változás történhet, és javulhatnak azok a kereskedelmi gazdasági kapcsolataink, amelyek az elmúlt években, hát fogalmazunk úgy, visszafogottabbá váltak.
Köszönöm. Még egy utolsó kérdésem van. Ugye rendszer szintű említette már egy kollégáma, hogy a központi nyomozó főügyészség őszállított egy vádiratot, amely minél korábbinál részlesebben mutatja be, hogy az ügyészség szerint milyen bűncselekmények történtek a pénzügyminisztérium és a miniszterelnökség alkalmazottai segítségével, amely alapján az EU-s pályázatokat bírálták el. Annak elbírálásában minden szakaszában be tudtak avatkozni ezek az érintettek. Ugye 54 érintettje, vádlottja van ennek az ügynek, 12, ahogy elhangzott a pénzügyminisztertől, többek között az ön helyettes államtitkára is érintett ebben. Milyen körülmények között tudta ön meg, hogy az ön helyettes államtitkára érintett ebben az ügyben, és hogy vádlott lesz? Tegyük hozzá, aki már 2018 óta nem volt egyébként a pénzügyminisztérium állományában, és egy 2022-es régebbi ügyről beszélünk. Mindenképpen szeretném megköszönni egyébként a Telexnek, hogy korrekt módon írt erről az eljárásról. Tehát pontosan, szabatosan leírták azt, ami egyébként most a vádhatóság részéről történik. Még egyszer meg kell ismételnem, mi közöltünk először nyilvánosan erről az ügyről bármit is, hírt a nyilvánosság felé. Világossá tettük azt, hogy semmiféle együttműködés ezekkel a munkatársakkal nem vagyunk hajlandóak, felfüggesztettük a munkaviszonyukat. A vádhatóság nyilván teszi a maga dolgát, most ebben a szakaszba került egyébként az ügy, meg kell várni a bíróság döntését. Mi ebben az ügyben nem éltünk az ártatlanság vélemével, azt mondtuk, hogy amíg ezek a kollégák nem tisztázzák magukat, addig a munkaviszonyukat megszüntetjük. Ez a lépés történik. Ez csak személyi probléma, nincsen benne rendszer szintű hiba az ellenőrzési mechanizmusban, hogy éveken át összesen 25 milliárd forint értékű az a pályázatmennyiség, amely ilyen módon dőlt el ezeknek a személyeknek a közbeavatkozásával, cserébe csúszó pénzekért. Van olyan rendszer szintű mechanizmus a dologban, amelyen változtatni kellett a uniós pályázatok elbírálásánál, annak érdekében, hogy ugyanilyen pozícióban lévő személyek hasonló módon ne tudják befolyásolni a pályázatokat? Tehát levonta a tanulságokat a pénzügyminisztérium tekintetben? Természetesen a törvények mindenkire vonatkoznak, azon dolgoznak a független szervek, hogy ezek a visszaélések ne történhessenek meg a jövőben. Én bízom abban, hogy ez így is lesz. Köszönöm. Megköszönjük akkor Varga Mihály és Nagy István miniszter uraknak a mai tájékoztatót és a kérdésekre adott válaszaikat. További jó munkát kívánunk. És akkor áttérnénk a második kérdéskörre. Magyar Nemzet. Köszönöm ismét. Az első kérdésem miniszter úrhoz, hogy van-e valamilyen fejlemény a Láncid felújítása az úgynevezett hitpénzbotrány kapcsán indult KEHI vizsgálatban? A KEHI készített egy jelentést ebben az ügyben, ami egyenlőre azokat a gyanúkat igazolja, hogy komoly korrupció és visszaélések lengik körül a Láncid felújítást. Az egyértelműen látszik, hogy a közbeszerzés elnyerése, a teljesítések, a pénzügyi átutalások és a gyanúsítottak készpénzfelvétele között időbeli összefüggés van. A KEHI ezt a jelentést egyébként a holnapi napon nyilvánosságra tervezi hozni, úgyhogy mindenki levonhatja belőle a következtetéseket. Az látszik, hogy ez egy olyan korrupciós ügy, aminek a szálai azok a budapesti városházára vezetnek. A következő kérdésem, hogy miniszter úrnak mi a véleménye Magyar Péternek a politikai színre lépéséről, hogyan értékeli ezt? Ezt késleltetni igyekeztem. Tehát amikor 2018-ban azt a felkérést kaptam a miniszterelnök úrtól, hogy a miniszterelnökséget vezessem, és ennek megfelelően az akkori hatásköri megosztás szerint kellett Európai Uniós államtitkárt találni, akkor ezt neki is elmondtam, hogy én a feleségét kiválóan alkalmasnak tartom erre a feladatra, sőt, utána a miniszternek is kiválóan alkalmasnak tartottam, őt viszont nem változott a véleményem azóta.
Az utolsó kérdésem pedig, hogy a kormánynak mi az álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy Karácsony Gergely és Pikó András tüntetés szervez, és meg akarják akadályozni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszának a bővítését arra hivatkozva, hogy több száz család kerülhet utcára emiatt. Azt hiszem, hogy ez egy felettébb gyengén teljesítő, különösen elődjéhez, vagy elődjeihez mérten gyengén teljesítő kerületi polgármester újraválasztási kampányának a része. Tehát eddig a Közszolgálati Egyetem részéről mindig nyitottság volt arra, hogy a polgármesterrel bármilyen fejlesztésről tárgyaljanak. Eddig az is egy közös érdek volt, és ezt senki nem tette vitássá, még azok sem, akik annak idején Kocsis Máté polgármesterség alatt ellenzékben voltak, hogy az, ami a Közszolgálati Egyetem felújítása kapcsán történt, az a 8. kerületnek a lehető legjobbat jelentette. Ha valaki elmegy, akkor nem csak a Ludovika megújult épületét láthatja, hanem egy gyönyörű közpark is van, ami mindenki számára látogatható. Tehát minden ilyen fejlesztés eddig a kerülettel egyeztetve történt. Ennek sincs akadálya, hogy így legyen. A kisajátításnak egyébként világos szabályai vannak. Azok az ingatlanok, amelyek érintettek, azoknak egy része teljesen üres ingatlan. Arról már nem is beszélve, hogy a polgármester úr azzal kampányolt még 4,5 évvel ezelőtt, hogy több mint 1000 üres ingatlan van a 8. kerületben. Nem tudom, hogy honnan vette, de ebben az esetben még az se jelenti nagy nehézséget, hogyha egyébként valamilyen ingatlan cserére kerülne sor, de nem tartunk itt pillanatnyilag, és a Közszolgálati Egyetem részéről is a tárgyalási hajlandóság maximálisan megvan. Köszönöm. Még annyival kiegészíteném ezt a témát, hogyha szabad, hogy a benyújtott törvényjavaslat egyébként részletesen tartalmazza a miniszter úr által elmondott kártalanítási szabályokat, és szerintem ez mindenki számára megnyugtató módon fogja rendezni a kérdéses ingatlanok sorsát. HVG. Lengyel Tibor, HVG, jó napot kívánok ismét. A Gulyás miniszter úrhoz lenne kérdésem, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal esetleg személyesen ön volt-e már tanúként az ügyészségen a Magyar Péterféle hangfelvételek ügyébe zajló nyomozásban? Én nem voltam. Többiekről lehet-e tudni? Én nem tudok. Igen, ha ebben a nyomozásban az derül ki a végén, bebizonyosodik, hogy manipulálták ezeket az ügyészségi hangfelvételeket, az ügyészségi iratokat a Sadőr Völner nyomozás ügyében, akkor Rogán Antalnak és Polt Péternek a helyén kell maradnia, vagy nem? Hát egy olyan feltételezés tesz, és az erre vonatkozó következtetések levonására kér engem, hogy a feltételezés teljesen megalapozatlannak és lehetetlennek tartom. Ha mégis erre jutna a vizsgálat, és a nyomozások egy jogállamban az a két illető helyén maradhatna? Még egyszer mondom a kérdésnek, azért nincs értelme, mert utána azt írják meg, hogy a következtetésből én mit vontam le, miközben az, amit ön felvet, az a lehetetlen kategóriába tartozik. Ezzel várjuk meg majd a nyomozás eredményét. Miután nem én nyomozok, és eddig sem én nyomoztam, ezért aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nem is a HVG, ezért aztán meglátjuk, hogy mi lesz a nyomozásnak az eredménye, de abból, amit az ügyészség korábban közölt, ez egyértelmű és világos. Rendben. Az egy más kérdés, bocsánat, ha szabad itt, ha már úgyis tudtam, hogy belemegyünk ebbe a kérdésbe. Az egy más kérdés, hogy az egyébként az ügyészség részéről szerintem egy alapvetően rossz, téves és személyiségi jogsértő szakmai gyakorlat, hogyha tiltott információszerzés, hogyha a titkos információszerzésre van lehetőség, tehát lehallgatás van, akkor a lehallgatások közül nyilvánosságra csak az kerülhet, sőt a nyomozati anyag részévé is csak az tehető, ami egyébként a vádat alátámasztja. És ebben az esetben, most felejtsük el az egy politikai vonatkozásait, mert az úgyis vita tárgya, nem erről volt szó. Tehát mondjuk a volt végrehajtói kamarai elnök Sadl György és az OBH elnöke közötti telefonbeszélgetés, az semmilyen információt nem tartalmaz a váddal kapcsolatosan, ettől még széles körben csámcsokrodott rajta mindenki. Ez egy súlyos személyiségi jogi sérelem, erre az ügyészségnek oda kellene figyelnie, ez egy személyiségi jogsértés, ilyet nem szabad elkövetni. Természetesen ez egy más kérdés, ami a vádat alátámasztja, ott van lehetőség lehallgatásra.
És annak a nyilvánosságra hozatalára, nem kell nyilvánosságra hozni, mert ugye mi történik, ahogy vádat emelnek, mindenki megismeri az iratokat, onnantól kezdve egy olyan ügyben, ahol van 20-30 gyanúsított, a gyanúsítottak, védők megismerik, nyilván előbb-utóbb önöknél vagy a sajtónál van. Az egy könnyen eldönthető kérdés, viszont az előbbiekhez képest talán, hogy ön személy szerint, vagy a tárcája tette feljelentést, vagy van-e tudomás arról, hogy indult belső vizsgálat bármilyen megfelelő fórumon az ügyben, ugye mint nemzetbiztonsági védelem alá eső személyek, miniszterek Varga Judit és ön, hogy zsarolta Magyar Péter őket, ez volt ugye az egyik állítás, ez ügyben kiderült-e bármi, volt-e bármilyen vizsgálat? Én legutóbb elmondtam önöknek az utolsó kormányinfon azt, hogy engem zsarolni, engem senki nem zsarolt. Azt nem szeretem, hogyha fenyegetnek, de ez az én esetemben az az egy üzenet, amit kaptam, az büntetőjogi határt nem lépett át. Ja igen, mert közben azt már lehet, hogy nem is láttam, mert kilépett a Szignál csoportból, amikor megzsarolták megint. Még egyszer mondom, nem tudok többet mondani, mint hogy egyetlen egy olyan üzenet volt, amit én kaptam. Ebben az évben ez volt az egyoldalú kommunikációnk Magyar Péterrel. Én abból a csoportból kiléptem, az üzenet az rendelkezésre, és ha jól látom, akkor Varga miniszterasszony ezt érdemben és tartalmában nyilvánosságra hozta. Köszönöm, egy kicsit más. Az otthonfelújítási programról kormányszövő asszony az imént beszélt, de ugye ez a Magyarország számára jóváhagyott helyreállítási terv 197 milliárd forintot szánna energiahatékonysági célokra, ebből most ez az otthonfelújítási 108 milliárdot viszel, marad majdnem 90. Az mire fog elmenni, igaz-e, hogy esetleg egy társasház felújítási programra szánja a kormány? Energiahatékonyság javítás szintén. Most van éppen folyamatban a zöld energiás konzultációnk, és azt gondolom, hogy ez is segítséget fog abban nyújtani a szaktárcának, hogy megállapítsa, hogy milyen további pályázati felhívásokat kíván majd megjelentetni ezekből az összegekből. De azt gondolom, hogy elsősorban zöld energiára való átállást fogja segíteni, és további energiahatékonysági célkitűzések megvalósítását a pályázati felhívások. Köszönöm, és egy utolsó kérdés. Minap jelent meg egy kormányrendelettervezet a kormány.hu-n. Ugye tavaly nyáron szó volt róla, és aztán meg is jelent a törvény, hogy a CT és MR vizsgálatoknak azt a közfinanszírozott egyharmadát, amit magáncégek végeztek eddig, azt is az állam fogja elvégezni. Idén novembertől lépett ez életbe, lépett volna életbe. Most megjelent egy rendelet, hogy kapacitás hiány miatt ezt eltolná a kormány. Miben van a kapacitás hiány gépparkba, szakemberbe, vagy más probléma merült föl? Azt hiszem, hogy folynak a tárgyalások, és ezek még eddig nem zárultak le, de a szaktárcának szerintem erről naprakész álláspontja, vagy naprakész helyzetjelentést tud adni. Minden esetre a kormány bebiztosította magát az, hogy egy évvel kitolja ezt a határidőt. Tehát jobb lett volna a határidőre csinálni, de így nem tudunk hibázni. Meglátjuk. Köszönöm. Egy ügyrendi javaslatom van. 13 óra 15 percig fogjuk tudni tartani a kormányinfót, úgyhogy még 15 perc rendelkezésre áll a kérdésekre. Origó. Köszönöm szépen, gyors három kérdésem lenne. Miniszter úr, számít-e arra a migrációs paktunk kapcsán Lengyelország részvételénél, hogy mondjuk az európai uniós választások után elállnak a felek a jogi háborútól, látva, hogy a többség ellenzi? Én bízom abban, hogy ha most megnézzük az Európai Parlamentben a tegnapi szavazásnál a többségi viszonyokat, akkor valóban ilyen 301-270, 320-260 ilyen szavazási eredmények voltak a csomag részét képező rendelet és irányelv tervezetek kapcsán. Annyit változhat a józanész irányába a brüsszeli politika az európai parlamenti választások eredményeként, hogy többsége legyen egy ilyen végrehajthatatlan és különösen Közép-Európára veszélyes, társadalmilag halálos program elfogadásának, vagy legyen lehetőség ennek megakadályozására. Ez az európai parlamenti választások eredményétől függ.
Említette miniszter úr, készült egy kehi jelentés a Láncid felújítása kapcsán. Ebben szerepel az, hogy Wigmore mellett egy Hegedűs Dániel nevezett ügyvéd is 500 millió forintot vett föl készpénzben a felújításból. Így már összesen 1,5 milliárd ez az összeg, amihez hozzájutottak az érintettek. Szerepel ez benne, és mit gondol arról, hogy Karácsony Gergely korábban azt állította, hogy ezt a pénzösszeget nem ekkor és nem ezek a személyek vették fel? Teljes körű volt a vizsgálat, azért minden szerepel benne, és holnap a nyilvánosság is megismerheti. Azt követően vannak olyan korábbi fővárosi állítások, amelyek nehezen lesznek tarthatóak. Ön szerint kell a szuverenitásvédelmi hivatalnak vizsgálnia, hogy honnan származhatott Magyar Péter tüntetéseire szánt kb. 100-150 millió forint, valamint ismert az is, hogy külföldi segítők is felbukkantak Magyar Péter körül. Kell ezt a szuverenitásvédelmi hivatalnak vizsgálnia? Nem akarom a szuverenitásvédelmi hivatal szuverenitását megsérteni, tehát majd ők ezt eldöntik, a feladat a szervezetnek világos. Minden a magyar politikába, közéletbe, döntéshozatalba való külföldi beavatkozás, vagy ennek kísérlete az, ami vizsgálható és feltárható. Itt elhangzottak érdekes megjegyzések, és ezt a hivatal eldönti, hogy bármi teendője van-e. Én általánosságban, az átláthatóságban hiszek, tehát szerintem arra kell legyen lehetőség, hogy ilyenkor az, aki egy láthatóan drága rendezvényt szervez, az a támogatói körével elszámolja. Köszönöm szépen. Pesti srácok. Kertész Dávid, Pesti srácok, köszönöm a szót. Arra vonatkozóan tennék fel egy kérdést, hogy a lengyel kormányváltást követően többször is felmerült a sajtóban a Visegrádi Négyek Szövetségének meggyengülése, esetleg a visegrádi együttműködés felbomlása is. Most azonban láthatjuk, hogy a migrációs kérdésekben még Donald Tuskkal is közelebbi álláspontra tudtunk kerülni. Mi a jele annak, hogy ez az Európai Uniós választások után is folytatódhat, illetve mennyire stabil ez az egység az illegális bevándorlás kérdéskörében? Illegális bevándorlás esetében az együttműködés az stabil, és ez is jól mutatja, hogy egész egyszerűen a közép-európai társadalmak között vannak olyan hasonlóságok, amelyek egyébként megkülönböztetik ezeket a társadalmakat a nyugat-európaiaktól, amelyek az ideológiát is zárójelbe téve lehetőséget adnak a kormányok közötti együttműködésre. Természetesen lesznek éles viták mondjuk a hivatalban lévő lengyel kormánnyal, de van olyan ügy, ahol együtt tudunk működni, és szerintem miután a visegrádi négyeknek nem csak jelentős múltja van, Európában egyedülállóan patinás múltja van, hanem jövője is, azért az együttműködési pontokat kell keresni. Köszönöm. 444. Köszönöm, Herceg Márk 444. Az első kérdésem az lenne, hogy ősszel majdnem 2 hónapra leállt a rendőrségi nyomkövető rendszer. Miért nem mond le Pintér Sándor, hogyha a belügyminisztérium hibájából megszökhetett, és azóta sincs meg egy pedofil elítélt? Javaslom, hogy ezt a kérdést a belügyminisztériumnak tegye fel, mert nincs tudomásom arról, hogy 2 hónapig nem működött volna a nyomkövető rendszer. De ezt megírtuk februárban, hogy így ha szabad, akkor azt, hogy örök valamit, megint én azt nem minden esetben tekintem készpénznek, ezért előre is elnézést kérek. Tehát ön szerint nem állt le akkor, és nem szökött meg. Én 2 hónapos leállásra nem tudok, de még egyszer mondom, belügyminisztérium. De megszökött egy pedofil elítélt, aki gyerekeket erőszakolt, tehát és azóta sincs meg. Büntetés végrehajtási kérdésekben nyomkövető leállással kapcsolatosan igyekszem általános tájékoztást adni a kormányinfókon, de ennyire szaktárcához tartozó kérdésben legyen szíves szaktárcát megkeresni. Akkor ön szerint ez nem olyan aggasztó kérdés, hogy erről beszéljünk? Én azt a jó hírt tudom önnek elmondani, hogy míg Gyurcsány Ferencék kormányzása idején néhány tucat ember volt pedofilia miatt börtönben, most ha jól emlékszem, több mint 600-an vannak börtönben, 663 mondjuk itt kormányszóvőasszony, tehát úgy gondolom, hogy ha ön a pedofilok, börtönbe zárt pedofilok számából következtet a belügyminisztérium eredményes működésére, akkor Pintér Sándor működése rendkívül eredményes. Jó, azt szoktam mondani, a kormány, hogy mi nem avatkozunk be más országok belügyeibe, de Bolsonaro úr 2 napot töltetett a brazíliai nagykövetségen. Ez hogy történhetett? Ezzel kapcsolatosan ő is kiadott, vagy ő maga kiadott egy nyilatkozatot. Nem látom annak okát, hogy egy magyar nagykövetségen egyébként ne lehetne egy másik országnak a politikusa volt elnöke. Úgysem, hogy eljárás zajlik ellene?
Semmilyen eljárási cselekményt az ott léte nem akadályozott meg. És miért volt ott, azt lehet tudni? Csak arra tudok hagyatkozni, amit ő maga adott ki. És a magyar nagykövet nem mondott erről semmit, hogy... Én a magyar nagykövettel akkor beszéltem utoljára, amikor még Portugáliában volt nagykövet Lisszabonban. Jó, még azt szeretném megkérdezni, hogy nem sérti-e valamennyire a szuverenitásunkat az, hogy kínai rendőrök fognak járőrözni Magyarországon? Hát, hogyha kínai rendőrök intézkedhetnének magyar, vagy Magyarország látogató, akár Magyarország látogató turistákkal szemben, az sértené. De itt nem erről van szó, hanem egy olyan együttműködés, ami számtalan más országgal is fennáll, osztrákokkal, szlovénokkal, szlovákokkal. Osztrák, szlovén, szlovák rendőrök is voltak, de mi is küldtünk rendőröket. Egész egyszerűen az a nagyon egyszerű megfejtése ennek a kicsit... a sajtóban talán túlzottan nagyra fújt ügynek, hogy amikor egy-egy országból nagyon sok turista jön, és ráadásul a kommunikáció nehéz velük, akkor szokott olyan nemzetközi megállapodás, bilaterális megállapodás köttetni, hogy akár magyar rendőrök mennek külföldre, ahol még sok a magyar turista például Horvátországban, vagy pedig osztrák, vagy szlovák, vagy éppen szlovén rendőrök jönnek Magyarországra. Tehát ilyen együttműködések eddig is voltak. Egy kínai rendőr Magyarországon nem viselhet fegyvert, nem intézkedhet, egy magyar rendőrrel együtt járőrözhet, és ez nyilván segítséget nyújt akkor, hogyha például kínaiakat ellenőriznek. Vagy tolmácsot alkalmaztatnak akkor? Miért kell ez rendőröket hozni Kínából? Hát hasonló szerepet lát el ebben az esetben egy rendőr, mint egy tolmács, azzal, hogy nyilvánvalóan az ő szakmai háttere egy intézkedésnél az talán előnyösebb, mind a magyar rendőrség számára, mint pedig a bűnöldözés szempontjából. Ez nem probléma, hogy ez nem egy, tehát az összes többi ország, az NATO tagország, meg Európai Uniós tagország, itt meg mégiscsak egy... Tehát még egyszer mondom, arról van szó, hogy egy magyar rendőr oda megy egy kínaihoz, és intézkedik, és ha belette van egy kínai, akkor valószínűleg ezt egyszerűbben teszi meg. És ez egy szabályozott nemzetközi együttműködés keretében történik. És lehet elképzelhető még más országokkal, és mondjuk orosz rendőrök is jöhetnek Magyarországra még? Hát akkor kötünk ilyeneket, hogyha van annyi turista. Most orosz turistából Európában nincsen sok. A kínai turisták száma az sokszorosára nőtt az elmúlt években, és ráadásul egy kínai kolónia is él Budapesten, tehát ott ez észszerű döntésnek tűnik. Jó, köszönöm. Hír TV. Köszönöm, Szabó Réka vagyok a Hír TV-től. Magyarországnak milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtarthassa a migráció ellenes álláspontját? Ugye tegnap Brüsszelben aláírták a paktumot. Ellenállás, és erre biztatunk másokat is, tehát szerintünk meg kell vizsgálni először is, hogy jogi úton ez a döntés megtámadható-e, még akkor is, hogyha az Európai Bíróság a tagállami hatáskörök kontra Európai Uniós hatáskörök ügyében ritkán hoz a tagállamok számára kedvező döntést, és egész egyszerűen be kell jelenteni azt, hogy itt a végrehajtásban nem tudunk együttműködni, ugyanúgy, ahogy éppen a lengyelek ezt megtették a lengyel miniszterelnök útján. Ön is említette, hogy az az elv, hogy aki nem fogad be kötelezően migránst, annak fizetnie kell. Viszont azok az országok, akik nem fizetnek, attól megvonnák ezeket az uniós támogatásokat. Az uniós alapszerződésekből ez az összekapcsolás levezethető-e, vagyis van-e joga Brüsszelnek ehhez? Ezt mondom, hogy ezt is meg kell vizsgálni, hogy ez a döntés, ezt a döntést az Európai Unió a saját hatáskörében hozta-e meg, vagy pedig ez egy hatáskörön túllépő, úgynevezett ultra vires döntés. Ez az első a jogi vizsgálat. A második az pedig, hogy politikailag kell ez ellen hatékony lépéseket tenni. Költségvetés csak egyhangulag lehet az Európai Unióban elfogadni például. Tehát, hogy ott minek a levonását tesszük lehetővé, és minek a levonását tiltjuk meg, abban végső soron egyhangú döntést kell hozni. Meddig képes Magyarország megtartani a békepárti álláspontját? Reméljük, hogy addig, amíg nem lesz béke, és reméljük, hogy minél korábban lesz béke. Ebből a szempontból valóban az amerikai elnök választás az idei év kulcseseménye. Vannak-e vagy lesznek-e újabb szövetségesek, akik nem öntenének pénzt és fegyvert ebbe a háborúba?
Itt is az előző válaszomat tudom csak szerkesztőszöny figyelmébe ajánlani. Tehát a helyzet az, hogy amíg a jelenlegi amerikai adminisztráció nem változott az álláspontján, addig láthatóan Európa nem fog ezzel szembeszállni, Európa nagy országa ezzel nem fognak szembeszállni. Hogyha az Egyesült Államok vezetése úgy gondolja, hogy ezt a háborút le kell zárni, akkor nekik megvannak ehhez eszközeik, és Európának pedig nincsen meg az eszköze arra, hogy fenntartsa a háborút. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy valós esélye van-e annak, hogy különböző nyugati országok szárazföldi csapatokat küldjenek Ukrajnába? Ennek az előkészítése zajlik. A francia elnök bejelentése ebből a szempontból vízválasztó volt, és az a NATO-ukrán misszió, amit most terveznek, az is sajnos ebbe az irányba megy. Köszönöm szépen. ATV. Köszönöm szépen a lehetőséget. Miniszter úr, lehet-e Magyar Péternek olyan hangfelvétele, amelyiken önnel, miniszter úrral beszél a Schadl-Völner ügyről, arról, hogy Völnert fél évvel előtte tájékoztatták arról, hogy megfigyelik, vagy hogy bárki megkísérelhetné, hogy az ügyészségi iratokba belenyúl? Beszélte ilyen témákról Magyar Péter? Emlékeztet szerint közéleti témákról lehető legritkábban. Beszéltem az elmúlt években már vele, és ez az állítás pedig azért nem hangozhat el, mert nyilvánvalóan nem igaz. Tehát ha valaki elolvassa a sajtóban nyilvánosságra hozott Schadl-Völner ügy lehallgatási jegyzőkönyveit, akkor ez az állítás a józanész alapján nem tartható, nem igaz. Önnek volt-e arról tudomása, amiről Varga Judit beszélt, hogy Magyar Péter már körülbelül egy éve zsarolta azzal a hangfelvételrel, amit végül nyilvánosságra hozott? Annyiban volt tudomásom, hogy Varga Judit ezt több alkalommal említette, de azzal, hogy vagy van ilyen felvétel, vagy nincsen. De nem fordultak hatósághoz, vagy nem tettek? Ezt ő tudta megítélni, hogy a fenyegetés valós-e vagy. Szolgálatokhoz vagy valahová. Fenyegetés valós-e vagy sem, ezt ő tudta megítélni. A miniszterelnök úrral beszéltek-e erről az egész ügyről, vagy a Magyar Péter jelenségről, hiszen önnek évtizedek óta barátja volt, és a miniszterelnök úr bizalma változott-e miniszter úr irányába? Azt láttuk legutóbb, nem hogy a Sándor... Tehát változott-e? Nem láttam jelét ennek. Csak azt Most nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de én úgy gondolom, hogy most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. Ja, hálások? Miért? Nagyon. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm. De ha mégis van, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Értem, és az utolsó kérdésem, hogy kommentálja a miniszter úr, hogy Magyar Péter pártot alapított, és azt a félelmét is megosztotta, hogy akár meg is akadályozhatják, hogy ő induljon ezzel a párttal a választásokon, vagy a jelölteket lejárassák, és ilyen orosz mintákat említett. Jó, ezeket a szokásos baloldali hülyeségeket hagyjuk, mert ezek mindig elhangzanak, aztán provokáció lesz a tüntetésen, valaki keresztbe akar tenni, soha nem volt ilyen sem ebben az esetben, sem más esetben. Egyébként pedig a kérdés lényegére vonatkozóan az előző válaszom az irányadó. Köszönöm szépen. És most miután 13 óra 15 van, muszáj lesz, hogy lezárjuk a mai kormányinfót. További jó munkát és szép napot kívánok mindnyájuknak.